rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Egyetlen Morning Show. Garantáltan a legklasszabb dolog az éterben. 6 óra után vagyunk, 11 perccel újra itt. Telnek a napok, mi újra minden reggel jövünk, és tesszük a dolgunkat. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Ferri! Hello, szevasztok! Jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, hát reméljük, vártatok minket, hiányoztunk. Már-már kérdeztétek magatokkal, hogy hol a Feri, hol a Jani, hol a Bali. A fiúkkal? Én nem szólalnak már meg, hát jelentjük. Épségben, egészségben itt van mindenki. Január 28-án csütörtökön. Az utolsó januári csütörtökünk. Jövő héten már ezt a hónapot is elbúcsúztattuk. Most volt karácsony. Egyel beljebb vagyunk. Most mikulásoztunk, így van, és már elment a január. Hihetetlen. Hihetetlen egyébként. Tényleg hihetetlen, elképesztő, hogy megy az idő. Én nem tudom, hogy fiatal korunkban is így éreztük ezt, hanem az ember akkor annyira nem figyeli. Most egyszerűen csak azt veszed észre, egy újabb szülinap, egy újabb karácsony, egy újabb január megy el. A január mindig hosszú volt, reménytelen. És újabb sztár megy előzetesbe. Tehát, hogy annyira megy az idő, hogy ez valami hihetetlen. De tényleg, és erre megint jön a február, nem? Bizony, elhussant. Elhussan. Igen. Hihetetlen. Tényleg, amikor fiatalok voltunk még, mondjuk 20 évesek, Istenem. Akkor mindig azt mondta, hogy sose lesz vége ennek a januárnak. Gyerekek, mikor jön már tavasz? Csak ültél. És csak ment, és csak ment. Január. És most megnézd meg. Pipak, vége van. Úgyhogy az utolsó csütörtök még ugye 31 napos, tehát a hétvégén nagyjából, ha jól számolok, hogy a jövő hét elején búcsúzunk is, nem? Azt hiszem, igen. Hétfőn valahogy már hétfőn már február. És február 3. Van ilyen nap, február 3. Ellenállhatatlan vágyat éreztek, hogy február 3. Doboz bombon. Persze. Rumot szeretem, egy üveg. Veszünk magunknak ilyet, igen. Azt a neki. Akkor? Engedjétek utat az érzéseiteknek. De kit kell megviselni? És mondjátok, hogy igen, Bali, most úgy érzem, hogy ezt a rumot neked meg kell venni. Mi? Igen, Bali. Most ezt oda nyúlok ezért a csokiért, mert érzem, hogy te örülnél ennek. A kicsi szívet kevesebben dobok. Mi lesz, metroszexuálisok napja? Kopasz metroszexuálisok napja. Fázonfejű kopasz metroszexuálisok napja. A névnapom. Február 3-a, de szép. Február 3-a a névnapom. Ja, Istenem. Persze nem szoktam ezt nagyon ünnepelni, csak jelzem, mindig jelzem, aztán ez opcionális. Csak úgy azért, hogy ott lebegjen hátul a homlok lebenyetek alatt valahol, és akkor ezt, ha úgy érzitek, hogy valamiért oda nyúlnátok, ne csapjatok a kis kezetekre. Mióta iszoltál rumot? Nagyon régóta. Fehér rumot? Hát, fehéret, barnát, minél jobb. Szín nem számít. Szín nem számít. Ha tiszta és jó minőségű. Fehéret, barnát, kék kuraszot, bármi. Nem vagyok tőle másnapos, nagyon jó az íze, és egy kis gyömbérrel is, meg tudod, kólával is finom, és egyszer tényleg jó. Szóval egy pici lime-mal, pici citrommal. Én azt gondolom egyébként, hogy csak rettenetes mennyiséget tudok. Figyelj. Tudok belőle szerintem megint. Az irány, amit most kijelöltél, az jó, mert én is nagyon szeretem a meglepetéseket, de amikor fixen ott van az asztalon az ajándék, azért az mégiscsak. Ennyi? Nem, persze. Lehet erre számítani. Érted reggelnek, ott lesz, nem lesz, meglepnek, nem lepnek, eszekbe jutok a többieknek, nem jutok az eszükbe. Legyen ott. Nehogy valami rosszat tegyetek, nehogy valami jót tegyetek, amit nem szeretek, aminek nem örülök. Ránézek, tudod, te egy csomó pénzt elköltöttél, mégis egy hét múlva ott látod az asztalomon. Tehát, ami, tök idegesítő. Az nem lenne, neked se jó, nekem se jó. Bizniszeljünk, inkább ne lepődjek meg, de te is örülsz, én is örülök. Nem tisztább nincs dolog ez? Nincs melléfogás, sokkal. Mondjuk azt, hogy rengeteg pénzt elküldtünk a névnapodra, nem jutott eszünkbe, de most, hogy mondtad, most már igen. Gondoltam, hogy lökök egyet ezen a nehezen beinduló szekérem. Hogyha éreztek valami kis készítést, akkor ne álljatok ennek ellen. Nem kell. Február 3-a. Jó van. Akkor okay. ne jöjjünk. Jó, majd elküldöm az én időpontjaimat is. Május 17. Basszus, is tényleg így van. És nem a névnapodat, születésnapodat tudom, Feri, nem 18. A Csabi, csak ránéztem Feri, hogy de Csabi 18. Feri rohadtul nem 18. Na, mennyi? Én tudom, hogy te 17. Szerintem Feri egy picit előbb, azt mondom 13. Egy.
1. Aha, igen. Jó, hát most 13-án meg fogsz sértődni. Én 13-án is ugyanúgy örülök a semminek, mint 11-én. Féltek, engem egyébként rettenetesen idegesítenek ezek a mindenfelől érkező ilyen jelzések, mindenféle közösségi portálokról, de például most az egyik kedves barátom, aki jelenleg az Egyesült Államokban él, most ünnepelt a születésnapját, és nekem az egyik ilyen alkalmazás, Messenger jelezte, mert hogy ő úgy regisztrált be, hogy neki születésnapja van. Bizony, ezek jelzik. És értem is neki, hogy boldog születésnapja. Így van, és hogy hívják egyáltalán, most biztos neked ott azért picivel jobb, mint itt nekünk, de ettől függetlenül boldog szülinapot kívánok. Mit is adhatnék én innen Magyarországról? Mint egy gyönyörű SMS-t, kerestem neki egy tortaszeletet ott az ingyenesen elküldhető ilyen kis dolgok között, és elküldtem neki, hát küldenek én neki mást is, csak az ilyen virtuális ingyen elküldhető tortaszeletet. Hát most Amerikában mit küldjön? Mit küldjek neki? Ez van az minden. Hát, ugye? Ő küldjön de inkább. De most komolyan. Érte. Ez igaz, hát most oda mit tudsz küldeni? Na ezért jó, hogy én sokkal közelebb vagyok hozzád, egy karnyújtásnyira. A laptopod másik oldalán az a fura kopasz fiú az én vagyok. Nem, nehogy azt itt, hogy kevésbé becsülök meg, mint a legjobb barátomat, úgyhogy kapsz majd tőlem egy virtuális tortát. Figyelj, viszont nem tudom, hogy nem találtam gyertyásat, sajnos csak az én ilyen kis kiegészítőm között nem volt ilyen, de hogy megelégedett ő ennyivel is. Látta azért, hogy nem változtam semmit is. És megbecsüli ezeket is. Viszont nem tudom, én picit azt érzem, hogy Ferinek a keze lehet a dologban, és nagyon szépen köszönöm, hogy így láthatlanul, így ismeretlenül, és úgy, hogy nem is kértem ezt a dolgot, beregisztrált az Agrárgép Show-ra. Kaptál regisztrációt, elintéztem, ennyi. Figyeljetek, srácok, egyszerűen nem értem a sztorit, de így tök jó, és hogy nem biztos, hogy el fog tudni menni, de nagyon szépen köszönöm annak, aki beregisztrált engem. Kaptam egy levelet tőlük, tisztelt volna, és köszönjük a regisztrációt. Ön egyszerű ingyenes belépésre jogosult az Agrárgép Show kiállításra. Kérjük, ne felejts elhozni az érvényesített vonalkódos meghívóját, melyel a helyszínen igazolja a regisztrációt. Szakmai tapasztalatokban gazdag kiállítási részvételt kívánunk önöknek. De ez valami köszönöm spam? Szépen. Gmail-re vagy? Nem, vagy hát konkrétan a saját e-mail címemre kaptam tőlük, miszerint én, vagy valaki a nevemben beregisztrált hozzá. De mi ez pontosan? Agrár? Agrárgépsó. Hát gondolom gyönyörű. Traktorok, állományok. Egymás mellett tudják, hogy mekkora paraszt vagy. Hát ide, hogy így automatikusan, tehát tudják, hogy akkora paraszt vagyok, hogy automatikusan jár nekem a regisztráció. Megvannak az aranykeretes parasztok fönt a falon. Én csak ezüstkeretes vagyok, engem csak írjatok, jó, aranykeret, az összes aranykeretes főszponzornak, nem tudom, elküldik, akikről tudják, hogy igazi srácok. Földművelő. Így van. Földművelő volt. Tehát, hogy ilyen gyémánt gumicsizmás vagyok, vagy én nem tudom, tehát, hogy aranygumicsizmás. Egyelőre srácok. Arany. Ja, igen. Hát, aztán később platina. Igen. A gyémánt gumicsizmás, ő kiállít, érted? Ő nem kimegy a kiállításra, ő állít ki. Na mindegy, hát én nagyon sok sikert kívánok a rendezvényhez, és nagyon örülök neki, hogy nem tudom, hanyadik, mert ez nincsen mellírva, de biztos sokadik, és hogy tök jó. Nem biztos, hogy el fog tudni menni, de... Na ez nagy baj, ez nagy baj. Hát ha meghívnak, tudom, hogy nem elmenni. Tudom, hogy nélkülem nem lesz az igazi. Már tavaly se volt az. Mert akkor se voltam. De hogy, na mindegy, ez van. Köszönöm szépen, hogy ilyenkor ki az, aki beregisztrál a nevemben? Vagy hogy honnan kapják a jelzést, hogy én igénylem azt, hogy ott álljak a mit tudom én mellett, a combine mellett. Honnan tudják az e-mail címet? Igen. Így bepróbálkoznak? Vagy valaki, nem hiszem, hogy ők, mert nyilván tök jó indulatok, meg jó fejek, meg aranyosak, de hogy így valaki így beírogatja. Van egy adatbázis, de abba te hogy kerülsz bele már, hogy ez ilyen kombájnos adatbázisba? Hát biztos vettél egyszer virágföldet, hogy nem, valahogy így kicsit nagyobb számban, vagy és akkor azt hitték, hogy van fűnyíród van. Fűnyíród van? Fűnyíród. Van fűnyíród? Az van. Ja, hát tényleg. Hát akkor... Hú, basszus, meg ott volt az a 20 liter mulcs is. Ugye? Ugye? Lehet, hogy ez, megvettem itt tudom, egy gerebjétásot, stb., akkor ezzel együtt jár ez? Bementél egyszer, vettél egy gerebjét, kitöltöttek veled valami kártyát, amit te kitöltöttél, mert van 6% a gerebjén, és akkor innentől kezdve meg beregisztráltattak veled. Lehet. Valahogy valami. Megadtad az e-mail címemet. Megadtad az e-mail címemet, álltál az obiba, érted, vagy nem tudom hol, és 800 fontos gerebét még ott 400 évettél meg, kitöltöttek veled egy ilyen parasztkártyát, és aztán megvolt az e-mail címed, és már hívnak is, mint főszponzort. Aha. Fő aranykeretes, aranykártyás fősponzort. Mert biztos beixeltem azt, hogyha legközelebb 5%-kal olcsóbb lesz majd a Meceoló, akkor, akkor számíthatnak rám, mint állandó vevőjükre, és akkor ezzel járt. Hát mindegy, én örülök neki. Azt sem értem sokszor, hogy van az, hogy ugye egy ilyen pont eltér, tehát hogy azt már észrevettem, hogy bepróbálkoznak úgy e-mail címekkel, hogy nem pontos az e-mail cím, de mégis megkapom. Tehát, hogy van benne egy pont.
például. Tehát, hogy úgy jön át az e-mail, az én e-mail címemre, hogy, hogy amiben úgy van megfogalmazva, mondjuk a... Ne, basszus, nem akarom bemondani. Jó, Kovács Péter. Jó, igen, de van benne egy pont. Kovács.Péter. Így van, hogy, hogy, és akkor átjön. És átjön. De átjön. De átjön. Kopasz vagyok, föl tudok venni valami ilyen keki kapucnis, elmegy helyetted. Agyag egy kezes lábost. Imádom a traktorokat. Én elviszem a gyereket. Figyelj! A múltkor megnéztem egy órás filmet egy darab traktorról. Szerintem imádni fogja. Egy darab traktorról szólt. Tudod, mennyi mindent ok a traktorról? Kérdezem, mint a traktorról. Hány kerekű egy traktor? Egy átlagos traktor. Azt a kutya fáját! Négy. Tudod, mennyi a traktor kerékbe a nyomás? Tudod, mennyi azokban az óriási traktor kerekekbe, ami ilyen, 60 milliós, mit tudom én, nem tudom, Lamborghini, nem tudom, milyen traktor. Tudod, mennyi a nyomás nem, benne? Tudod, nem ezt már hallottam, mennyi, hogy hány, mennyi, hogy, van, hogy mennyi, hány bár nyomás van benne. Beérett a rozs, akkor nyomás. Hallod? Szerintem nem tudom. Egy. Nem lehet. Hát az akkor nem tartja fel a traktor. Ez az első pont. De. Egy bár nem van lehet benne. Egy bár. Képzeld, de hogy egy bár van benne, és nem hiszed el, mert közel kőkemény a kerék, brutális nyomatékkal mennek ezek a traktorok, iszonyatos joystickok vannak benne, hihetetlenül drágák. De az egy bár, az összenyomná a traktor súlya. Képzeld el, hogy nem. Nem? Nem. Uh-huh. Úgy van, hogy direkt lapos legyen a kerék, mert akkor valahogy a felület és a nyomás, és ahol úgy találkozik a földdel, és képzeld el, hogy olyan ereje van, láttam egy olyan traktorról egy filmet, egy óráig néztem, hogy elhúzza a földlazító traktor, aminek az a feladata, hogy ilyen kések állnak ki belőle, fél méterre bemegy a földbe, 3 méter széles az a lazító, ugye 3 méter hosszú, azt gondold el azt meghúzni, mikor az fél méter elakad a földbe. Képzelem. És azt a traktor zokszó nélkül elhúzza, de ő a földlazító, és átforgatja a földet. Semmi, azt hiszem, hogy 12-13 ezer köbcenti, de közben a motor csak egy hatos, de hihetetlen a nagy az áttét vagy a nyomaték, hogy a szájtát van néztem. Ki elvezetünk mi műsor? Én nem gondoltam volna, hogy ilyen magas labda lesz. Hát ki az igazi paraszt? Hát nézd meg! És akkor én vagyok még az arany, illetve hát, hogy te lehet, hogy arany vagy, de ő gyémánt. A Pali konkrétan úgy vezette azt a traktort, beül, szék, imádtam. Jó, hát igen, ez kis joystick, karok, lész. Mondjuk azt tudjuk, hogy egy ilyen traktor, vagy egy ilyen kombány gyakorlatilag annyi akar, mint egy ház. Konkrétan, iszonyat drága. És van egy óráig szájtátva néztem, mert arról szólt, egy autós műsorban volt, körbejártak egy ekkora traktort, hogy miért ilyen nagy a kereke, hogy hány bernyomás van benne, hogy milyen nyomatékkal áttétel megy, hogy mekkora motor van benne, hogy mit tud. Csodálatos volt. Csodálatos volt. Egy óráig ezt néztem. Kéne egy traktor neked. Én gondolkoztam, hogy leasingelek egyet. És ott néha ott a merem egy török bármint. Légkondi zene benne. 8 km per órával, tudod, felszántom török bármint a tükörhegyet. Te egy szakértő vagy, de most komolyan. Nagyon fura. Én azt képzeltem volna, hogy amikor megtudod, hogy mit tudom én, érted, egy traktor az 4 bár tartozik, oda mész és kikérsz valamit. Hány bár lett? 2? Akkor egy rumot, és 4 daiquirit a barátaimnak. Akkor tényleg menj el. És Bennit is elviszem. De gyereknek ez, az és bele lehet ülni, lehet ott kicsit joystickkal ott tenni-venni valami? Nekem nem, neked nyilván kinyitják majd neked. Jó, add át a meghívót. Jó, lefóliázzák majd neked. Én átküldöm. Azt nincs előtt egyébként, hogy átruházható-e, de szerintem ha simán nincs rajta, akkor átruházható. Na. Ha nem, akkor megveszem a kiállítást. Aha, szerintem ne billenjünk meg. Egy bizonyos reális határ. Igen, akkor mindegy, kibérlem az épületet, átveszem a tulajdonjogot, megveszem a kiállítást, nekem mindegy, de nekem ott a helyem a traktor kiállítás. Imádom ezeket. Nem hiszem, hogy fel tudnád venni a kesztyűt. Az új befektetőkkel, lázerikon mészenség. Jó, hát velük biztos. És horrorára van egy ilyen trakeszla. Hát egy 60 60-70 milliós kis olyan spéci járgányokba ülnek az emberek, és úgy kezelik, és mondom, beülsz egy, de akkora kereke van, én nem láttam még ekkora traktort, ami az ott. Nem, de nem ez a traktorkerék, amivel Fekete Laci beleüvölt, hogy a gyerekeimért és átbillenti, mert kétszer akkora, tehát fel kell rá mászni. Pici joystickkal elindulsz vele. Gyönyörű. Zseniális. Hát figyelj, megőrülsz, annyira hát jó. Emlékeztek, volt ugye egy nagyon jó kis, nagyon kellemes emlék. De jó volt, kitelepülésünk. Hát ott ki se lehetett szedni a Balázsra, hát túl kevén a traktorból.
Zseniális volt, hogy beülhetünk egy-két ilyen high-tech cuccba, high-tech gépbe, hát egyszerűen elképesztő volt. Igen. Azóta is megvannak a repi sapkák, imádom. És viszonylag nagyon pici lóerővel ad le olyan nyomatékot, hogy elhúzza ezt, ami fél méterrel lent van a talajba. Hát ha leteszel egy gerebjét, akkor megpróbálod meghúzni, ha lazább a talaj, baromi nagy meló. Ez meg elhúz egy iszonyat nagy ilyen kézszerűen ekét maga mögött. Hát nem csodálatos? De csillog a szemed. Na, ma egy óráig így néztem. Egy autós műsorban volt. Figyelj, zseniális. Én már látom magam előtt tényleg a jövőt, ahogy ott mit tudom, hogy jön le a domboldalon, a kis izével, a kis kombány, szomszéd átkiáltni. Jó reggel! Sebestyén gazda, jó reggel! Vigyázz már rám, jó reggel! Csip, 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 csirip! Igen. Tavaszi munkák? Hát, ez van, haladni kell. Mit csinálok? Vetek? Azt nem ilyenkor kell, te hülye, hanem ősszel. Nem baj, most jött meg a vetőmag. A tapasztalat teszi a mester, de már 4 éve minden évben elbasz. Nem baj, majd összejön egyszer. Nézd a hülyét, tudod, nyáron veti a búzát az állat, tudod. Na mindegy, szóval egyszer lesz egy földem, mert nem pályáztam. Az is, igen. Az is lesz egyszer, lesz egy trakeszom. Lesz egy jó kis trakeszom. És csinálok a barátaimmal egy ilyen gyorsulási versenyt. Hát az, amit láttam, az egy komolyabb műszer volt. Nem, most nem forgolódsz az udvarban nagyon. Igen, azért képzeld már itt reggelenként, mert lenne fennakadás a sorompónál, mire beállna vele. Annyi, hogy fél 4-kor elindulok, hogy 6-ra itt legyek, tudod. Elnézős Balázs, nem akarok nagyon így személyeskedni, meg mégiscsak magánügy, de hogy a boronát legalább le tudná venni, hogy kicsit több hely legyen itt a többi autónak, mert hogy még... Istenem, nagyon, nagyon igen. Rugószék Bali, aktív felfüggesztése van az ülésnek, mint a luxus BMW-nek. GPS-t beállított, hogy magától is megy a gép. Elhiszed? Beállítod, és magától megfordul. Ez egy őrületes NASA technika. Hihetetlen. A csávó meg ott ül a fűzfárnyékába, egy óriási szivar. Ja, te nézi a traktor. Hoppot, elprogramoztam, most már mindegy. Kellett volna visszafordulni, most ment át Marikáék, most találtam a gyúkólat. Na jó, mindegy, oké, ma elmegyek én erre a trakesz kiállításra, kihúzlak a csávából. Figyelj, 27:30. Ott a helyem. Te kiregisztrált be? Nem. Lehet, hogy szerintem Balázs már magát szégyelte, és akkor azt gondolod, hogy úgy átdobod neki. Tényleg, a kamunében beregisztráltalak. Ja, tényleg. Hát, abban úgyse fog érteni. Na, gyorsan megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap, jó? Egy picit szerettük volna kiegyenesíteni az utat a szolgáltatók és a fogyasztók között, és egy picit háborogtam, nem csak magamért értetek is, és felvetettem, hogyha az embernek ilyen kegyetlen módon kikapcsolják a telefonját, ha hosszú-hosszú évek óta jó előfizető, sokat költ és befizeti, miért nem lehet valahogy őt előtte egy kedves női hanggal felhívni, figyelmeztetni, többször szólni, megbecsülni az ügyfelet, igen, nem csak akkor, amikor be kell fizetni, még hűségakciót kell aláíratni, hanem amikor tartozol, hát, akkor egy kicsit legyenek lenne ők jobb fejek. Így van. És legalább egyszer hívjon fel egy női hang, hogy uram, tartozik. Jó napot kívánok, kedves Sebestyén úr! Miután 3 hónap óta nem fizetik ki a telefonszámlát, úgy döntöttünk, hogy kikapcsoljuk. 3, 2, 1, most. Igen, de ha előtte van 2 ilyen kedves hangú telefon, még beszéd az egész. Sokkal jobb az egész. Tök könnyű így lenyelni a BK. Na, úgyhogy ezt megmutatjuk, egy pici háborgást, jó, a tegnapi napból. Aztán közben mondjuk, hogy játékra is lehet jelentkezni. 2-1 most nekünk. 2-1-re átvettük. Ez most egy egészen nagy csata. Elhúznak, egyenlítünk, átvesszük. Ez majd éles küzdelem lesz. Hát, egy pontot most már csak összeszedünk a héten. Akkor viszont megnyertük. Ha 2-2, akkor viszont nagy csata. Nagy csata lesz, jó? Úgyhogy meghallgatjuk, mi történt velünk tegnap. Közben jelentkezhettek játékra, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. De furán lett ennek vége. 10 perc van pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk szerda, helyett már csütörtök, és ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez jó, ugye? Bizony, ez jó, mert a szerda közepe, szerda, csütörtök, igen, már kifelé megy. Pláne így, hogy már csütörtöken megvan a hétvégi program. Így van, aki bizony tudja, hogy hova megy hétvégén. Ez most hétvégén van? Persze, hát már zajlik. Zajlik a traki kiállítás? Nagyon jó, ott a helyem. Ott a helyem a Benivel. És én nem gondoltam volna, hogy az országban, illetve a hallgatóink között ennyi büszke mezőgazdasági gép tulajdonos van, mert egymásra licitálnak a hallgatók. Igen, nagyon jó esemesek. Igen, terepen, közúton, hány bár atmoszféra nyomás van azokban a kerekekben, mit tud, milyen légkondi van benne, milyen joystickkal irányítják, hány ujjal. Mondom, hogy imádni, mondom, hogy elolvasok egy-két SMS-t, és te is belégszeret.
elképesztő kis masinák. Masinák ezek egyébként. Nem gondolnád, hogy milyen értékű, miket tudnak és mi van benne. Na, visszatérünk majd még az SMS-ekre hírek után. Jó, de most játszunk, mert hogy már is itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, hello, Zsuzsi! Hello, Zsuzsi! Nektek. Hello! Hello. Neked is, honnan hívtál, Zsuzsi, minket? Budapestről, mivel foglalkozol? Egy hiperben vagyok, kasszás. Hiperben? És már ott vagy bent a kasszában? Nem, szabadságon vagyok. Ó, hát ott nektek nem is lehetne telefonálni, ugye? Hát nem lehet nálunk telefon, csak engedélye. Csak engedélye lehet nálatok telefon, tényleg? Hát gondolom, ha beteg a gyerek, vagy mit van, van valami, van. Akkor megkérheted a főnököt, hogy már hat maradjon nálad a tehetség. De egyébként nem. De egyébként még oda se egyébként lehet vinni. Uh-huh. Mennyit ültök folyamatosan a kasszában? Micsodát, hogy? Mennyit ültök folyamatosan? Tehát mikor van, mennyi időnként van pihenőidő? Ez változó egyébként, van aki 6 órás, 4 órás, van aki 8 órás, de emberfüggő, hogy mennyire sok a forgalom, illetve, hogy hány órában kell dolgozni, van, hogy 10 órában dolgozunk, és egyébként egy 8 órás műszak az fél óra szünet van, ami alatt kell mindent elintézned. És azt te osztod be? Tehát az lehet 3x10 perc, 2x4 óra? Meg van szabályozva, hogy egyszer van fél óra, és el kell, hogy teljen a munkaidődből legalább már 3 óra, hogy szünetre mehess. Azt a minden segít neki, 8 óra, fél óra szünet, minimum 3 óra után. Így van. És a közben pisilned kell kimenni, bár... El kell kérdezkedni. El kell kérdezkedni, tehát kimehetsz. Szóval csak kell, hogy szeretnél, igen. Azt a mindenit neki, hát azért ez jó. Jó, szigorúan hangzik. Na, de nagyon jó egyébként. Szereted? Szeretem, imádom. Na, igen. Ezt jó, hogy hozzátettük át a igen, és csak mondom, megjegyezném, hogy a frizura váltásod után bejött egy hölgy, és azt mondta, hogy olyan jó képű vagy, mint ez a focista Brad Pitt. A focista Brad Pitt. Na, összerakta. A focista Brad Pitt. Vajon kire gondolt, tudod? Liberire, vagy kire tudod? A focista Brad Pitt, igen. Kivel játszanál, Zsuzsi? Hát Ferkóval. Zsuzsko! Na, esetek akkor egymásnak, Jani. Tiritú van, Fire. Vásároltam már nálad? Hát sajnos alkalom hiányába voltunk. Elkerültük egymást. Teljesen. Uh-huh. Eddig még. De bármikor mehetek, ugye? Hát én örülnék. Vársz szeretettel. Sok a hülye, Zsuzsi. Akad. Vásárlók között arra gondoltam. Akad, te is, akad, ugye? Persze, természetesen akad. Mi volt a legkirívóbb eset? Siestek, mert megy a busz. A Tesco-s ingyenes járat. Siestek, mert megy a busz. Ja, hogy ingyenesen bármikor onnan el lehet menni. Így van. Uh-huh. Ki van erre dolgozva egy tervezet, ami alapján bárki bárhova. És te siettél? Igyekeztem, aha, de pont akkor halt meg a gépem, és újra kellett indítanom, úgyhogy a bárkinak ilyenkor hívtok segítséget, kellett, ugye? Hát ilyenkor kinyomjuk a számítógépet, újraindítjuk, és elindul. Most beteg vagy? Szabadságon vagyok. Szabadság csak. Ja. Élvezem a szabadságomat. Hát és ez a vége is. Nagyon ügyes volt az, Zsuzsi. Nem volt nagyon. Az elején volt egy nagyon pici megingás, akkor úgy próbáltál fogást találni a felé, de onnantól kezdve mindjárt sinem hozzám. Akkor próbált kimenekülni belőle. Igen. De igen. Ügyes voltam. Ügyes, Zsuzsi, voltál, nagyon. Ügyes voltam. Jó, ügyes voltam. Puszírom, küldjük akkor az ajándékcsomagot. Most a kettő-kettő? Kettő-kettőre hoztátok, egészen jó, jók vagytok a héten, arcoskodtunk a hét elején. És lehet, hogy még be is húzzátok. Jót tesz nektek, ha kicsit felhergelünk benneteket. Úgyhogy ügyes de vagy. De hát jók vagytok. Hát. És egyébként nagyon sajnálatos, hogy csak reggel 6-tól 10-ig vagytok. Legyünk jó tovább. Jó lenne egy ilyen maraton. Élvezetiteket hallgatni. De drága vagy, köszönjük. Egy ilyen 8 órás műszakot nyomnám. Vagy még visszajönni este 6-tól 10-ig. Minden nap adtok az embereknek, nem véletlenül hallgatnak titeket. De köszönjük szépen. Köszönjük. Én köszönöm. Puszi, szépen. Szia. Hello. 4 perc van pontosan, 7 óra, küldjetek friss közlekedést, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en.
7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Aj, hát nagy napra virrattunk ma. De ígérem, rövid leszek. Mi egy nagy csütörtök? Mi van ma? Jaj, traktorok. Nem, csak egy mondatig. Nem akarlak benneteket zsibasztani. Istenem. 9 óra 30. A gigászok csatája. Gigászok. Djokovic Federer. Ja, hát Tenni. Mi van, ki kap ma? Roger, nem tudom, én érzek valamit, de nem merem elkiabálni. Ki kap fél ma? Tíz. Ki kap valaki, ma? Ki nyer ma? Nem? A szerencsejáték zé. Ki nyer ma? Aki kérdez, Cigány György. Szóval a Djokovic Federer. Csak ennyit mondok a tenisz rajongóknak, nem akarom kihúzni a gyufát nálatok. És azoknál, akik nem szeretik, de ez ma nagy csata lesz. Aha. Én érzek valamit. Valami van a levegőben. Uh-huh. Hát valami van a levegőben. Ez mi? Ez valami dal, nem? Valami a levegőben. Ja, van valami a levegőben. Igen. Szóval ez lesz ma fél tízkor. Aha. Elődöntő. Ausztrál Open elődöntő. Aki ezt nyeri, az nyeri az Ausztrál Open. Federerben nem nagyon hisznek, legalábbis a fogadás. Mennyi az oldalon? 1-25 Gyokó, 3-10. 3-10 Federer. De Balázs most valamit érez. Azt én nem konkretizálja, hogy minden valami érez. Valami van. Szerintem valaki nyerni fog. Valami itt van. Bizsereg a tarkó. Bizsereg a tarkó. De van. Na mindegy, csak ennyi fél tízkor. Aha. Ha valaki tudja, és szereti a teniszt, és esetleg tudja nézni, vagy nem tudta, hogy mikor van, akkor ezzel próbáltam segíteni. Jó, fél tíz. Az nagy, az csak ennyi? Lesz. Még adás végén visszatérünk rá, mert szerintem nem menjünk el amellett, hogy nem tesszük meg játékpénzbeli tétjeinket. 47-es úton Sáránnál baleset helyszínelnek, torlódás teljes, Alex küldte nekünk. M7-es Siófok felé a 89-es kilométernél félsávot elfoglaló szőnyeg a belső sávon. Ákos üzente, valami nagy, hát nem így mondom. Szóval ez lehet itt az M3-ason, Magyarországtól a 23-as kilométernél jöttem felé, szinte rögtön megálltunk, rendőrautót már láttam, lépésben haladunk. Így van. Megírták a hallgatók, Magyaródnál baleset van, és emiatt állt be az M3-as Budapest felé. Ha azon átjuttok, akkor utána már lehet haladni. Mándok Záhony között hatalmas ködlátótávolság, maximum 20 méter, üzente Nándi. 51-es úton a 16-os kilométernél lerobbant kivilágítatlan Alfa Romeo. Jászapáti és Jászkísér között csak nagy parkol. A köd. A látótávolság 600 méter, az Alfásnak üzenjük, mindjárt van tréler úton van. Az csak egy elfogó autó, aki lesben áll. Így van. Csak megtévesztő. Majd figyelj oda. Az őrült Max. Az csak megtévesztő autó, így van. Úgyhogy ott is van. Hát, és... Van egy kis fennakadás. Jó és reggelt. És most látom. Na. Most látom, végigfutottam itt az SMS-eket, és most látok egy tényleg néhány szó, de egyszerűen zseniális. Az évszázad ötletét összepakolta neked Ben. Mit mondod? Bali, csinálj egy traktormosót. Az tényleg! Hát imádod a mosót, imádod van. A traktort, két nagyszerű hobbid összetalálkoznak. Én traktor megszállott lettem. Ha még bookmaker iroda is lenne pluszba. Hát egy kis ablak csak elfér. Elmondom az occokat, aztán azt teszel, amit akarsz. Én mindig az esélyesebbet mondom. Ez persze nem mindig mondom, hogy azért ez nem készpénz, de elmondom, hogy szerintem ki az esélyesebb. Egy traktormosó, egy jó kis traktormosó. Az jó. Ott állnék én mostám a traktorokat, hatalmas kerekek. Óriási köpcenti, egyébként nem óriási köpcenti, az nem, egy 6-os, egy 8-as kis micsoda? Gépek ezek. Ez 13 ezer köpcentis motorok vannak benne. Igen? Aha. Akkor hát 1600 köpcenti, az egy átlag autót viszel. Nem, mert akkor kevés a lóerő. Na, de az jó nyomaték az nagy, így van. És csináljuk azt, hogy még toljunk bele olyan dolgokat, amik Balázsra jellemzők. Legyen például az, hogy legyenek különböző szettek, mosószettek, tehát attól függően, hogy éppen mit választasz, mit fizetsz elő, legyen mondjuk ITF, ATP, Gerzler. Ez a mosás. Ez a három mosás fokozat. A öblítés, a sima mosás, nem, igen, vizes mosás. Szintek. Igen, különböző szintek. Különböző, hogy minden egy picit köszönjön vissza mindenből. Az, hogy az ő személyisége milyen tevékenységekből, milyen hobbikból, milyen szerelmekből tevődik össze. Az ár az úgy néz neki, hogy 250-500 ezer. Ugye, hogy az ATP 250-500 ezer. Vagy az 50-es Challenger tornát. Ha 250 forintból te lemosol egy trakeszt, apának! Közborotvával 100-as dobsz, vagy 200-as. Jó, csak mekkora a felület. Alig várom, hogy elmenjen ez a dzsuva idő, mehessek mosatni. Dzsuvában nem mosat. Gyűjtöm a kis aprómat, tessék? Dzsuvában nem mosat. Hát ilyenkor nem, hogy gyűlnek a kis 200-asok.
Hát mire felérek oda, a lakom már újra koszos. Megvárom a tiszta időt, mikor az első napsugarak megjelennek, megyek csapatni. Figyelj, annyira látom már egyébként, hogy mire megvénül, addigra egy picit félig meddig meg is fog bolondulni. És azt látjuk majd, hogy tudod, majd így közlekedő, ilyen legendás arcá válik valamilyen vidéki kisebb településen, ahol vesz magának egy pici kis tanyát, egy kis földet, és majd járkálat a traktorjával. És mindenhova a traktorral fog menni. Picit olyan lesz, mint az Ozzy annak idején, aki például egy időbefejébe vette, hogy ő lóval fog járni, de lovagolni nem tudott, és többen látták, amikor például meg akart állni a kocsmerőt, de nem tudott, hiszen már a kenyérbe akadt, lábánál fogva húzta a lóvéig a települése. Ilyesmi, vagy pedig mit tudom én, például a Madonna gumis bácsi annak idején Kőbányán, a Madonna hajgumis, aki mindig jött a kis bringájával, és föl volt ráakasztva 70-féle, soha senki szerintem nem vett tőle semmi ilyesmit, de imádták, mert hogy hozzátartozott a helyhez. De akkor vigyük be a nagyikat, amit mondtam, a bérsütést, ugye, hogy a nagyik mossák a traktorokat. Aha. Tehát, hogy egy ilyen nagy is traktormosó. Top lesz. Nem mossanak, hanem legyen. Hát legyen. Nem látsz. Plusz 1000 top lesz. A top lesz mosás. Hát? Aha, tehát nem 1000 top lesz, 500 van 500. Még izé almás pite is pluszban. Tehát egy ilyen nagy mosó, traktormosó, top lesz. Én mondjuk egy snackbárnak jobban örültem volna a nagyik pitéjével, de hogy ez sem az. Top lesz granny, a traktormosó. Nem mondta, hogy nem mennél be traktort mosatni. Vali traktormosójában. Plusz 1000 forintért a nagyik top leszben mosak neked, ha akarod. Hát ha van olyan granny-nk, aki ezt bevállalja. ITF, ATP vagy Grenzle, melyik a legrövidebb? Mi aranyom? Akkor nekiállok megfőzni. Már motomics az autó. És a nagyi ledobja a kamáslit. Ha akar látni valamit, akkor gyorsan nézem. Gyorsan nézem, mert nem sok ideje marad. Vízes polóhaj. Hitel, hogy minden nap van ötletem. Tehát minden nap kitalálok valami nagyi bérsütés, traktormosó, bérsütő, nagyit, aki traktort mos közben, almáspitét csinál. Szóval, hogy van, tele vagyok ötletekkel. Na de, nem is erről akarok. Ha nem, hát de. Most attól így fogom mindenre megszállások. Most valami egész más? Ha valami igazán jó jön, akkor... Ez az analóg effekt, jó? Na de most valami más. Egy kollégánk, most mindegy is, hogy ki, mert annyira jelentéktelen ő. De hogy igazából háromból kétszer nem sikerül eltalálni Balázsnak a nevét. Igen, én abszolút nem tudom, hogy hívják. De nagyon helyesen, több éve dolgozik itt. Elmeséltem, hogy neki mennyit számít az, hogy reggel van valaki, aki nála vidáman indítja a napot. És elgondolkoztunk azon, hogy tényleg mindenkinek meg lehet az az egy ember, az az egy valaki, aki miatt egy kicsit reggel jobb kedve lesz. És azért mi itt sokszor beszélünk komolyabb témákról, meg buskomorkodunk, meg trollokról beszélünk, meg elmondjuk, hogy... Ma is fogunk. Igen, ez az ország mennyire irigy, és milyenek a trollok, de... Arra gondoltunk, hogy össze kellene szedni azokat az embereket, akiktől nektek, drága hallgatók, jól indul a reggel. Ugyanis elmondta, hogy ő metróval jár a Batthyányig, és ott a Batthyányin hévvel is megy. És van állítólag a Batyin egy újságosztogató lány. Egy újságosztogató lány, akiről azt gondolt, hogy elveszett tőle az újságot, tök mindegy, hogy milyen újság. És kiveszed a kezéből, és mész tovább. Megköszönöd, esetleg. Köszönsz neki. Elmesélte, hogy ez a lány, ez annyira tündéri, és annyira szívből osztogat, és annyira élvezi, amit csinál, hogy kicsit mindenkinek jobb kedve lesz attól, ahogy elveszi tőle az újságot. És elgondolkoztam ezen, hogy milyen pozitív dolog, hogy néhány nap után már várod, hogy ott lesz-e, hogy mosolyog-e, hogy ma is jókedvű-e, hogy nincs-e valami baj esetleg, vagy nem tűnik el, a lány ott van, mosolyog. És úgy veszed el tőle az újságot, hogy jobb kedved lesz. És ennyire meghatározó egy jó mosoly, meg egy jó köszönés. Így van. De nagy. Ez nagyon sokat számít, és ő elmondta a mi kollégánk, hogy egyszerűen jó tőle elvenni az újságot, és ezt, hogy ő ilyen energiával adja oda sok-sok embernek, mert hogy ő ott van egész délelőtt, egyszerűen tényleg mindenkinek jobb kedve lesz. Tehát lehet, hogy nem is akarod az újságot elolvasni, de elveszed tőle, mert úgy néz rád és úgy mosolyog rád. Kicsit szerelmes lett a kolléga, nem? Azt érzem, hogy lehet, hogy azért már több kört megy, és még egy újság. Lehet, hogy ebben van valami. De önmagában gondolatébresztőnek nagyon jó, hogy milyen jó lenne, ha mindenkinek lenne egy ilyen ember, és megtalálnak azokat az embereket, ha még vannak ilyenek,
aki nem úgy adja oda a kiflit, hogy szomorú, aki nem eléd rakja a túros táskát, de látod, hogy nagyon unja, aki nem úgy adja oda a bérletszelvényt minden hónap elején, hanem egyszerűen kicsit feltöltődsz tőle, mert az emberek inkább elvesznek a másiktól. Nem? Szomorú. Igen, mindenki erre vár, hogy kapj egy ilyen töltést. De hogy kapj egy ilyen töltést. Batyi felé nem mentek? Nem találkoztatok még ezzel a lányjal? Batyány téren van állítólag. Aha, meg kéne nézni. Korán reggel is szoktam találkozni, amikor osztogatják ezeket az újságokat, ilyen újságosztogató lányokkal, srácokkal. De ők nem kedvesek. De nem ennyire meghatározóan. Szimpatikusak, aranyosak, helyesek, teszik a dolgukat, de nem ennyire meghatározóan. Igen. De nagyon sokat számít ez. Igen, és álltok baromi hangosan. Köszön, cuki, aranyos, és nagyon helyes. Az IT-sunk mesélte egyébként. Aha. Van ilyenek, hogy IT? Igen. Ja, örülök neki. Azt meg vagy Titi nagypapa? Titi nagypapa megy az erdőbe? Aha. Meg, de meséld el. Titi nagypapa megy az erdőbe, és azt mondja, hogy Titi, no, ki a? Na jó. Jó, oké. Én Balázsal vagyok így egyébként reggelenként. Néha bejövök a kicsit nem lesz jobb kedved tőlem. És mondd egy ilyet. És utána... Hihetetlen, mint a kicseréltek volna. Ki is öntöm ezt a kávét? Minek nekem koffein? Én sugárzom magamból az energiát. Csak rám nézel, mondok egy ilyen blödséget, kicsit jobb kedved. Azt tudod, hogy lassan senki nem fog érteni, hogy viccelek a poénját. Igen, igen. 2016. Nem mondod, hogy Titi nagypapa nem jó. A Titi, 2016-ban elmondod, hogy egy viccet, hogy Titi nagypapa meg ezer. Állj, Titi, no, ki. Állj, Titi, no. Ki? Na, és megszereztük ennek a lánynak a telefonszámát csak egy röpke interjú erejéig, aztán ti már kezdhettek azon gondolkozni, hogy nektek ki az az ember, akitől töltöttök. Mit csinál, hogy adja oda, mekkorát köszön, milyen a mosolya, mi a foglalkozása, ki derít benneteket jobb kedvre. Ha elakadok, az csak azért van, mert a Williams látszik... Azt mondtad, hogy nem beszélsz róla. Lapozni. Hátulról mutatják, és mindig belenézek a blendébe, hogy terpesz nekem egy ilyen óriás ott a pályán. Ő nem egyszerű, igen. Igen, a méh királynő. Annyira kegyetlen az adásrendező, hogy beáll terpeszbe szerva fogadáshoz, hátulról mutatják mindig, és mindig nyelek egyet, akkor így majdnem azt érzem, hogy már ott vagyok a fenekébe. Igen, nem egyszerű. Az adásrendező dolga állandóan kiabálni az operatőrökkel. Profilból, könyörgő, profilból. Na, felhívjuk a lányzót, őt megtudtuk, Viviennek hívják, és tőle derül jobb kedvre IT nagypapa, az IT szakosztályunk így van, és mindenki, aki ott van a Batthyány tér környékén. Itt van Vivien, hello Vivien, még nincs itt Vivien. Alszunk, gyerekek, alszunk. Hát a Vivi lehet, hogy most nem ér rá, mert osztogat. Csevegünk mi? Osztogatka. Csevegünk. Ha itt van, azt mondom, itt van. Ha azt mondom, nincs itt, akkor nincs itt. Az öreg pletykafészek, hallod? Felborult libáskosár. Mit csináltatok? Receptet cseréltetek? Mi lesz hétvégén a menü? Brassúj? Spenót? Itt van Vivien. Hello Vivien, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, egy hang alapján már rögtön igazolod a híredet. Igen. Remélem. Örülök nektek, hogy beszélünk. Szuper. Hello Vivien. Láttál egy olyan embert, aki többször veszel tőled újságot, nagyon érdekesen rád mosolyog, próbál veled szemkontaktusba kerülni, és 6-8-10 újságot elvesz tőled? Középkorú? Nem középkorú. Korunkbeli? Milyen haja van? Kacnak. Milyen haja van? Szolidan divatos. Szolidan divatos haja. Nincs ilyen, Vivien? Ő a mi kolléga. Nincs. Na, te mióta osztogatsz újságot? Én 2 hónapja. 2 hónapja. Igen. Tudod, hogy rólad beszél a Batthyány tér, hogy igen. Vidám vagy, kedves vagy, és egyszer feltöltődnek tőled az emberek. Hát próbálok rólatok mintát venni. Hát ti is minden reggel olyan jó kedvet csináltatok nekem régen, hogy... Te belőlünk táplálkozol, belőled pedig az emberek. Persze, ennyi. Hát. Te minden nap a Batyin vagy egyébként? Igen, minden reggel itt vagyok. Ezt te osztod be magadnak? Igen. Tehát bárhol lehetsz, bármelyik metró aluljáróban? Hát, ha van hely például, akkor igen, de nem feltétlen. Aha, tehát hogy megnézed, hogy hol van a hely, és akkor oda mész. Persze. De szeretem, ez jó hely. Kedves emberek vannak általánosságban, úgyhogy... Hát miattad kedvesek, mert te ugye nyomod a kedvességet feléjük, és ugyanazt kapod vissza. Igen, ez oda-vissza. Hát hála jó égnek, nem? Na, mit kapsz az emberektől? Mit mondanak neked? Hogy van, aki pozitív, van, aki negatív, vagy csak pozitív visszajelzés, akkor mondj egy-két konkrét esetet. Oda megy, elveszi a lapot, hát ez egy pillanatnyi interakció, ugye? Nem, nincs idő hosszú beszélgetésre, de még miket mondanak?
Hát megkaptam már, ugye, hogy én vagyok a legjobb rikkancsit Budapesten. Igen. Boldog békeidők, te vagy a legjobb rikkancsit Budapesten. Igen. Pedig megyek is fogok. Iszom a kapucinát, jó? Igen. Volt egy néni, akkor minden reggel hozott cukorkát. Cukorkát kaptál egy nénitől? Igen, most aranyos volt mindig. Újságért cserébe, meg csokikat is kaptunk. Az idősebbek bókolnak neked? Igen, persze. De jó. Meddig vagy ott a Batyina? Mikor kezdesz, meddig vagy ott? Én 7-től vagyok 9-ig. De csak ez 2 óra. Aha. Igen. Akkor kiszorsz mindent, vagy ha marad, akkor addig kell maradnod, amíg nincs minden... olyan, hogy marad nálam. Tehát mindent elszorsz. Olyan, hogy valaki visszahozza, hogy újra találkozhassatok? Hát, vagy kettőt adtál? Van olyan, hogy elmegy, odaadja az újságot másnak, és akkor visszahozza meg, visszajön megint, hogy kiér egyet. Na most már akkor valamikor kiugrok, én is megnézlek, mert van egy kis kötődés, nem csak az újsághoz. Most is ott vagy? Mi a helyzet a Batyin jelen pillanatban, jelens nekünk? Hú, hát ahogy le van zárva a hév, ezért sokkal kevesebb ember van sajnos, de megy az élet itt korán reggel teljesen csütörtökön, úgyhogy... Csütörtökön, átlagos reggel. Igen. Jól van, igen. Na örülünk, hogy hallottunk. Ha látod a kollégánkat barna hajú, átlagos testalkatú, nagyon sokszor megy, akkor jelez neki, hogy... Oké. Kérdezd meg mindenkitől, hogy az IT-szektorban dolgozik. Igen, IT-szektor. Ha IT-szektor, akkor ő az. Akkor ő a mi emberű, mert ő mesélt nekünk rólad, hogy jó, nagyon, okay. nagyon tündéri vagy. Az egyik ez folyamatosan zsebében van, és nem Parkinson. Hát mi mondjátok? Ajjaj, nem alatsz vagy. Puszi Vivien, csakoltatok, jó munkát neked. Szia. De már a hangja is cuki. Nagyon mosolyog, aranyos, viszi a bulit, tényleg jó. Igen. Nagyon aranyos. Nekem például egy fix kéregető lány volt itt a Hungária körúton. Aki nagyon helyes volt, és nagyon aranyos volt. Itt állt a kanyarban mindig. És azzal, hogy kérek, hogy oda ment, és azt oda jött, és nem, igen, mindig elbeszélgettünk, letekertem az ablakot, mindig kérdezett a gyerekekről. Hát, ő nem kéregető volt, ő az Anna volt, csak meg akarta veled beszélni a best of-okat. Mindig adtam neki apró. Fura dolgokat kérdezett, Bali, mi legyen a best of-ban. Mondom, ne haragudj, ismerjük egymást. Megismételj. Igen, mi legyen holnap az ismétlésben, mondom, hölgyem, ne haragudjon, ne zapasson már. Szóval egy kapitánban elbeszélgettünk, amíg kiszúrta az autómat, és akkor megelőzte a többi autót, nem osztott újságot, hanem egyből odajött, és amíg nem kaptam zöldet, addig nagyon helyesen mindig elbeszélgettünk, és már láttam, hogy kiszúrta az autót, ő itt állt pont a fordulóban. Tehát ahogy ugye mész tovább egyenesen a Kőmenyai út felé, vagy fordulsz Kispest felé, vagy rá az Üllői útra. Vagy egy gyors kamerára, vagy fölfele, vagy lefele, vagy átlobálta felé járva. Aha, értjük. Most már kezdjük, de aljáról alatt voltatok. De most nincs itt egy ideje. Tehát most egy ideje nem látom. Mivel nem adtál neki soha pénzt. Igen. Pedig azért át megérzem továbbá. Adtam neki mindig, de egy idő után nem fogadta el. Aha. Tehát idő után már csak azt éreztem, hogy egy kicsit jó neki beszélgetni. Nekem is jó volt, megvitattuk az élet nagy dolgait. Ez körülbelül fél perc. De ezek a találkozások azok, amik kicsit teljesebbé teszik egymás életét, nem? Kis duma, egy pici mosoly, nevet kettőt, ő is aranyos, te is kedves vagy, és valahogy egy picit jobb minden. És egy ideje nem látod? Egy ideje nincs most itt, igen. Nem volt olyan, hogy például hoppá, mázolt, itt nem is volt fekvőrendő. De nyilván volt, hogy elütöttem is azóta. Szegény kórházba fekszik azóta. Igen. Megnézettem a gömb összekötőt, és a laprugóimat megnézettem, rá furán szól. Csúnyan defektben. Nem, egy ideje nincs itt, nem tudom, remélem, hogy jól van. Szerintem sok autós emlékszik rá, hogy itt a Üllői Hungária kereszteződésben itt állt. Nektek valaki de olyan, van, aki egy cuki buszsofőr, egy helyes villamosvezető, egy jó lehelletű ellenőr, nincs ilyen? De, egy hajléktalan mindig kiflivel szokott dobálni. De most tényleg csak pozitívat mondja, nem érdekelnek a negatív dolgok. Van itt az aluljáróban egy kis pékség, és az ott dolgozó lányok iszonyatosan kedvesek. Minden reggel, és független attól, hogy veszek vagy nem veszek valamit, hát sejtetitek, hogy túl sok pénzt nem költök el náluk sem. Független, úgy, hogy veszel, vagy ha nem veszel, mi, ha beállsz a sorba, és nem veszel, akkor kérsz? Vagy de akkor csak beáll a mosolyért. Melyik az eset, amikor nem veszel, beállsz a mosolyért? Nem. Vagy csak elmegyek, mindig rám köszönnek, integetnek, mosolyognak, hogyha ha mondjuk cigiszínetük van itt oldalt, és akkor degálnak itt a lépcsőn, és találkozunk, akkor is rám köszönnek. Azt hittem, hogy beállsz, nem veszel semmit, csak kérsz egy sárszlit. Nem, odaállok, és így mosolyogok egymásra. Egy letört kifli vég, nincs véletlenül, de János, igen, és ezért is mosolyogok, minden reggel beállok oda, végigállva a sort, egy picit ott állok, mosolyogunk egymásra, csak a bögdössük egymást, hogy itt van a retort kifli.
Na, kisfiú, hallom, itt van ez a... Visszabe, ez előbb-utóbb kinyílik. Kisfiú, itt van ez a tegnapi kakaós csiga. Edd meg húzzá alatt dolgozni. Akar, hogy na, menj most már szépen a dolgodra, menj már a nagy veletérig áll a sor, kisfiú. Szóval csajok kedvesek, na én erre gondolok. Igen. Erre gondolok. Önzetlenül aranyosak, cukik, figyelmesek. Neked egy kedves tréleres, aki bevisz a szakszervizre bárki. De ide szoktam hozatni magam trélerrel, mert mindig az ide be kell jönni dolgozni. De figyelj, nekem ezen az úton reggel senki, a reggeli szomszéddal találkozom, aki lejár dohányozni, és úgy jön visszafelé a liftben, hogy cigi szaga van. Aztán beülök a kocsiba. Mondja ott, már ezt, én tudod, hogy három hónapig még ő is. Nem három, bocsi, négy. Ja, bocs. Négy, és befújja a liftbe az utolsó ízét, ja, az utolsó kifújt cigi ízét. Aztán jövök végig a Hungárián, ahol csak piros lámpával és keresztbe álló ízével nem találkozom. Nincs, tehát nincs. Toroli, senki. Senki. Itt a portán. Hát itt egyébként jó fejek, de nem az a nagy mosolygás. Egyébként tendencia, hogy egyre többen osztanak meg a Facebookon olyat, hogy összebarátkoznak egy hajléktalannal, hogy van egy kedves néni, akinek adnak valamit, hogy van egy kedvenc boltosuk, akivel beszélgetnek. Tehát ez mintha, nem is azt mondom, hogy divat lett, de hogy vannak emberek, akik szívükbe zárnak valakit, és ezt megosztják, és ettől kicsit neked is jobb kedved lesz. Tehát a sok-sok negatív komment, negatív hír mellett azért elindult egy ilyen irányzat is. Nem, hogy ezt így látod azért, hogy ő vele van jóba, ő neki ad, ő neki gyűjt, neki segít, vele barátkozik össze, és ez idős nyugdíjas nénihez jár, menekült családot támogat. Tehát ezek jó dolgok. Meg tök szívesen mész be egy ilyen helyre. Tehát, hogyha most két hely közül választanod kell, mind a kettő ugyanazzal foglalkozik, mind a kettő pékség, mind a kettő ilyen vegyesbolt, inkább oda mész be, ahol tudod, hogy mosolyognak is rád, meg kedvesek, meg figyelmesek, meg helyesek. Egyébként ebből a szempontból itt a Népliget és környék, ezért tökre el van látva. Igen. Mert a lottozó, a vegyesbolt, a pékség, az újságos, mindenki tök udvarias, tök helyes, tök kedvesek, tényleg. És te mindenkit ismersz is, hogyha hallom. Itt van. Lott. Hát igen. Józsikám, Katikám, szia, Izi, hello. Neked egy nagy köszönés itt leszállni, ahogy hallom. Tehát, hogy te elkezdesz már, amikor lassít a metró köszönni, és mikor beérsz ide, akkor hagyod abba. Nem? Sziasztok, hello, üdvözlöm, csókolom, Marika. Szia, Pistikem. Egyébként annyira igazad van, hogy van például egy ellenőr, aki hihetetlenül udvarias, állandóan, tök jó fej, megkérdezi. Aztán úgy megvág, mint ahogy. Kiraktál most valamelyik nap, ugye itt a Népligetnél, amikor voltunk ugye ezen a kis közönség találkozón, kirakott, és találkoztál vele. Jó estét, hát, hogy ilyen későn ma. De azért mutasson egy bérletet, János. Igen. Nagyon szeretem a műsorukat, de azért egy érvényességet láthatnék. Hát akkor most ebből nagy gyaloglás lesz, Vadon úr. Na, nekem is több ilyen van egyébként, ugye, erről már meséltem, a vízora leolvasom, tehát ő a legkedvesebb, ugye, hát nincs jobb egy meleg vízora leolvasónál. Mindig megvan ez a párkapcsolat, a meleg vízora. A meleg vízora leolvasó, gyerekek, de tényleg ez jó. Na, hallgatóink, írjátok meg nekünk, jó? Nektek ki az, aki egy pici erőt ad kora reggel, nyilván rajtunk kívül, hogy ki az, aki kedves, aki megmosolyogtat, akiért jó bemenni valahova, venni valamit, vagy csak egyszerűen naponta odaintegetni neki, és egy helyes aranyos néni, aki reggel már 6-kor, nem tudom, szedi a cseresznyét, és kicsi befőttes üvegek mögül kiinteget, és kedvesen oda köszön. Direkt mondok ilyen túlzó dolgokat reggel, akkor kérd Isten szed cseresznyét. Igen, befőttes üvegek. Igen, és kiinteget mögül, és igen, itt vagyok, nincs ám ingyen. Én visszatenném. Becsületkassa, de rohadjál meg, ha nem jössz vissza beletenni. Igen. Ezt írjátok meg nekünk, jó? Kitől lesz jobb kedvünk reggel? Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk Ákos híre után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 42 perccel. Egy elképesztő jó dal után itt vagyunk. Pörgős, húzós, ugye? Jó volt, nem szeretek egyébként, mert az a baj, járalékon nem szeretek nagyon leízzadni így tánc közben. Döbbenetes, mit nyomtál? Akkorát táncoltál. Igen, picit a fejemen pörgés még gyakorolnom kell. De ez a helikopter nem volt rossz. Nem volt. Na, ugye arról beszélgetünk, hogy remélhetőleg mindenkinek van egy olyan kedves ember az életében reggel, akitől egy kicsit jobb kedve lesz, és beszéltünk Vivienne-vel, aki a Batthyány téren osztogatja
az újságot, és hát híre megy, cikket írtak róla a kollégáink, akik arrafelé közlekednek, róla beszélnek, mi is felhívtuk, és beszéltünk vele, csak néhány mondat erejéig, mert tényleg jó, hogy vannak még ilyen emberek, akik csak úgy ingyen adják a jókedvet és a mosolyt. És azt kérdeztük tőletek, hogy nektek van-e ilyen ember a környezetetekben, akitől egy kicsit környezetetekben, akitől egy kicsit jobb lesz a reggel, nincs különösebb oka, nem mond nagyon semmit, vagy csak egy mosolyt küld felétek, kedvesen szolgál ki, szépen köszön. Tehát tesz egy kicsi plusz energiát abban, hogy jobban induljon azoknak a reggele, akivel találkozik, ugye? Tehát így is oda lehet adni 10 deka Párizsit, meg úgy is oda lehet adni. Én nem mondom, hogy minden helyzetben mindig mosolyogni kell, mert ők ugyanolyan emberek, de mégis sokat dob a vevő napján, ha azt érzi. Vagy ha csak bemisztek egy benzinkútra, és kedves a csaj, hát mennyivel jobb úgy ott tankolni, mint ha ilyen rendesen mufurc, és azt érzed, hogy zavarod, nem? Ha csak akkor hogy kicsit a te kedvedet is úgy néhány percre elveszi. Ha csak jó kedvel köszön vissza, na, már igen, az elég tud lenni. Igen. Na nézzük, mit írnak a hallgatóim, mert nagyon sok embernek van hasonló ember az életében. Reggeli öröm Ovó néni, aki minden reggel akár esik, akár fúj, mosolyog, vidám pár kedves szót mindig tartogott, örül minden érkezőnek. Sajnos most nem jön, eltört a bokája. Jobbulást kívánunk neki, és várjuk. Nekem egy aranyos hölgy dobja fel a reggelemet, minden reggel ott van a kávégép elején. Nem szól semmit, de segít elindítani a napom. Kérdés, hogy ki van ott a kávégép elején. Vagy fölrakott valakit, vagy a logó egy kedves mosolygós, ezt nem tudom. Az anyósom pékségben dolgozik, a vásárlók képesek utána menni a másik üzletbe, mikor áthelyezik a városon belül. Ő igazán tudna a mosolyról beszélni. Miskolcon az Újgyőri főtéren veszek szendvicset minden reggel, az eladó lány mindig vidám, pedig csupa, fura és nehéz ember jár oda, nem lehet könnyű velük. Ha szabadnapos, nem is indul jól a napom. Pitypang iskolában Saci néni az, aki erőt ad nekem minden reggel, bármilyen csúnya az idő, mindig jókedvű és kedves. Anna írta nekünk. Reggel bölcsi után száguldok a villamoshoz, hogy beérek melózni, de van egy idős bácsika, aki mindig 200 forintot kér, na ő nagy forma. Hol udvarol, hol megnevetett, vagy csak meghallgatom, ha panaszkodik, de mindig felvidulok tőle, mókás kis öreg. És látod, rohansz a villamoshoz, de akkor is megállsz, és a 200 forintot is odaadod, csak azért, hogy legyen valami. Hogy egy kicsit belöki a napodat. Ez tündér. Veszprémben a kék propelleres mobilszolgáltatónál. Így még nem hallottam, miket kék propelleres. Mobilszolgáltatónál dolgozik egy kerekesszékes értékesítő, Orsinak hívják, csupa életöröm, jó kedvem lesz tőle, ha beszélek vele, vagy befizetem a számlám nála. Azt mondja, hogy Köszörűs Lajos bácsi, minden reggel pálinkával vár a melóban. Délig tart a lendület. Zékülte neki. Kidobja fel a napon a pálinkás bácsi. Igen, Köszörűs Lajos bácsi. Michelle White és Maya Gold minden reggel mosolyt varázsolnak az arcomra. Hát, ezt meg tudom érteni. Azt mondja, hogy... A puffin lekvár, azaz nekem és folyton véget nem érő kitartás. Reggeli fogmosás közben belenézek a tükörbe, kacsintok magamnak egyet, ez megalapozza az egész napos jókedvemet, írta nekünk Szabi. Gyöngyikétől töltődöm fel a budaörsi reptérnél lévő Molkútnál. Szép is, kedves is, mosolyog is, fel tudja dobni az embert. Gyöngyikét csokoltatjuk. Tessék meglátogatni a benzinkúton. Gyöngyösön a főtéri patikában egy szőke, mosolygós gyógyszerésznő, Andi. Kedves, aranyos, bájos hangú. Ó, ez akár még többről is szólhat. A patikában. Bemegyek, bizony. Ott van Andi. Kedves, aranyos, kedves, bájos. Aranyos, bájos hangú. Érezni az SMS-ekből, hogy hol lehet egy kicsit, igen, talán több is, nem? Igen, egy plátói szál. Hát mit adhatok? Szikja patikába minden, igen, nap bemenni. Mit adhatok? Semmi. Akkor mit szeretne? Semmi. Miért jött? Magáért. Nem azért, hogy miért lehetne, ugye? És ott áll, és nem kér semmit. Igen, azt mondja, hogy nekem a kazincbarcikai konditeremben kis, alacsony, személyedző lány, aki mindig jobb kedve derít, kis mosolygós. Imádom. Ez is a kis mosolygós. Ismerem ezt a típust. Budaörsi pékség. Reggel miután betettem a cukrot az elviteles kávéba, a hölgy megkérdezte, hogy megkeverje-e a kávét, vagy kérek-e még fahéjat. Jól esett, minden tiszteletem a lányoknak. Uh-huh. Szilárd küldte nekünk. Egy kis habosítást. Sima vagy máhiató? Mondjuk, ha így habosít, lehet, hogy visszaadom. Azért. Igen. Köszi, akkor inkább nem. Rita lányom hosszú hónapokig kért szendvicset a suliban, mert a Flórián téri aluljáróban egy kedves nénike adta oda neki az egyiket, aztán karácsony ajándék sálat is itt vitt neki. Ettől jól indult a napja. Rita küldte nekünk. Én aranyos szőke lány miatt iszom meg reggelente a második kávémat Nyíregyházán, Kazírja. Aztán nekem volt egy boltos lány. Tudod, amikor már ilyen szívdobogásod van, de akkor is megiszom még egyet. Vérnyomás csökkentőket kell szedni. Nem, akkor is megiszom a hatodik kávét is, csak a kislány kedvéért. Igen, nekem volt egy boltos lány, el is vettem feleségül. Minden reggelem jól kezdődik, Stíró küldte nekünk. Kaposváron van egy Hambi,
Hambis bár, ahol egy kedves aranyos lánya kiszolgál, ott veszem a hamburgert, még az íze is más. Szívvel, lélekkel teszi a dolgát, mosolyog és kedvesen elbeszélget a vevőkkel. Egy ilyen gesztustól, ami igazán nem kerül semmibe, szebb lesz az ember napja. Nekem van egy kedvenc hajléktalanom, minden nap adok neki pár pénzérmét, üldögél az Interspárba, mert hideg van, keresem, ha nem találom. Ő is keres, ha nem talál engem. Nem érdekel, hogy miért keres. A lényeg, hogy keres. Írja Beatrix. Ó. Van egy kis függőség már Beatrixban. Igen. Fogtechnikus vagyok, Budapesten lakom, Ráckevére járok dolgozni, minden egyes reggel Szigetszentmártonnál az iskola előtti zebrán a felügyelő bajuszos bácsi integet és mosolyog. Sosem beszéltünk egy szót sem, de 3 éve minden reggel látjuk egymást. Ő mit csinál? Ott átsegíti a felügyelő a zebrán? Lehet, igen, megállítja a forgalmat, vigyázz, hogy ne üssék el a gyerekeket. És közben integet. Igen. Volt egy lány a klinikáknál, egy pékségnél, aki mindig feldobta a napunk, oda jártunk kávézni a feleségemmel, miután a kisfiunkat elvittük az iskolába, miután elment, már annyira nem volt jó a kávé. Zoli és Erika küldte nekünk. 178-as buszon reggel utaztam, a sofőr mosolygós volt, mindenkivel kedvesen, jó reggelt, mindenkinek kedvesen beszélt, jó reggelt kíván, mikor leszálltunk, szép napot kívánt. Jó. Azt hiszem 572-es volt a buszrendszámának a vége. Tényleg jól indult tőle, nap, ezt Rita küldte nekünk. Fiúk, nekem a Baks csomópontnál, a lámpánál zsonglőrködő sráctól minden hétfő reggel jobb kedvem lesz. Ha tudom, ott igen, van, labdákat dobál. Labdákat dobál, buzogányokat. Teljesen értelmezhetetlen. De nagyon szórakoztató. De utána azért pénzt beszedi, nem? Tudja, hogy mikor vált, előtte 20 másodperccel abba hagyja, végig rohan a soron, beszedi a pénzt, újra kicsit dobál. Kőprofi. Óriási móka. Kíváncsi ennek egy nap, mennyi gyűjt össze egyébként. Én meg azt, hogy mennyit gyakorolt. Rájött, hogy mi ezért kicsit buzolygányokat dobál, igen. Azt mondja, hogy nekünk jól kezdődik a reggel, ma a gimnáziumban a Portás bácsi vidáman köszön a kapuban. New Yorki metróban fekete srác ingyen újságot osztogat szintén, széles mosoly, és mindenkihez pár jó szó, szép napot, jó a sapit, kitartást, hétfő van. Soha nem olvastam el az újságot, de mindig elkértem tőle, mekkora forma lehet, nem? Hello, mi újság, kitartás, adom az újságot. Mennyire jó arc lehet? Nem, New Yorkban metróban. Nem is értenék ezt a fajta dolgot. De jó a sapit, haver, itt az újság. Nekem szóltál, köcsök? Igen, ugye, mi van a sapitban? Fikázod a sapkámatra, de kérsz egy hátsó kezet? Rád viszek egy pörgöt. Nagyatádon a Jókai utcában van egy újságos, hogy mindig mosolyog, mindig kedves. Pedig biztos, hogy neki is van rossz napja, igazi vendégcsalogató. Minden reggel a vonaton Biatorbágyon találkozom egy Ryan Reynolds hasonmással. Imádom ezt a színészt, feldobja az egész napomat. Igen, igaz, picit azért túl gondolja, hogy a színész szereti, és ezért kicsit beleszeret a hasonmásba, azért az egy Ryan Reynolds hasonmása. Enikő, küldj már egy képet nekünk, hogy mennyire hasonmás. Tehát annyira, mint hogy Jani és Jason Statham, vagy tehát mennyire hasonló. Szóval mindkét tojás. Csak az egyik egy lúd, a másik pedig egy fűrje. Igen, mint Jani és a fiatal Bruce Willis. Mennyire hasonlítanak egymásra? A leheltéri pékségnél áruló lány többen említik. Álmodoztam róla, hogy egyszer megfoghatom a kezét. Kölyök küldte nekünk ezt az aranyos eset. Milyen szerény álmok? Én ennél sokkal bátrabb vagyok álmaiban. Hát álmokban igen. Igen. Valószínű kamasz még, ugye? Megfogom a kezét. Még néhány év és szörnyű. Egészen más gondolataid lesznek. Szörnyűek, tisztátalanok. Ördögtől való gondolatok. De ez aranyos, álmodoztam róla, hogy megfoghatom a kezét. Amikor adja vissza az aprót, fogd meg picit, úgy a kezét, hogy kicsit érj hozzá. És aztán engedd el. Kapd el, fogd. Licsíves, dolgoznom kell. Nem hiszem el. Miért vagy ilyen erőszakos? Add már ide a borsprét. Igen. Azért azt ne várj meg, amikor arcom fújnak. Igen. Na jól van, hát milyen jó ennyi pozitív SMS-t olvasni. Egyik hallgatók ezt írja. Tegnap beolvastátok egy SMS-em, ezt hátán vitte a lapot. És megint! Igen. És mostantól kezdve minden reggel. Nem, a gyerekek, 9 után jönnek a trollok, és akkor helyre kerülünk. Ó, persze, az egyensúly így van. Meg lesz napos oldal után majd az árnyékosból is. Igen. Kapunk egy kis ízelítőt megint. Na jól van. Drága hallgatók, köszönjük az SMS-eket, játsszunk már is. Mit mond Dóra ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Ülészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben, amúgy. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mit mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol. Jó, Zsálab vagyok. Zsálab! Hello. Zsálab! Hello, Balázs! Jó reggelt! Szia! Jó reggelt, merre vagy?
Most éppen Graz mellett vagyok. Graz! Szlovénia! Így van. Szlovénia határos közel egyébként, majdnem ma eltaláltam. Igen, igen, igen. Reméljük sokan értik a humor. Mielőtt mielőtt SMS lagadtok. Tudjátok, hogy nálunk minden idézőjeles. Mit csinálsz ott? Egy fűrésztelepen dolgozom. De jó! Antik fákat. Engedély nélkül távolítunk ki egy parkból. Több száz éves ősfákat vágunk ki arborétumokban. Most megyünk a tatai ősfákat. Tegnap vágtunk ki a 200 éves Ferenc József tölgye. Ma Tatára megyünk az öreg tomber. Figyelj, voltál már az Arnold Schwarzenegger stadionnál? Még nem. És a házában, ahol fölnőtt? Nem, de már terveztem, már néztem, hogy nincs tőlem messze igazából. Nincs, azért kérdezem. Igen. Onnan indult a kis arra. Még nem, szeretném megnézni. Gyerekek, kicsi apró osztrák falucskából azért mekkora karrier, nem? Meg lehet nézni a kis első vagy második kis fekvenyomópadját, amit összebuheráltak a haverjaival. Az első kis bicepszét. Igen. Nyilván, amit soha nem az volt, csak odahorták, azt megnyitották az Arni Múzeumot. Valaki gyerekek, vegyetek egy használt fekvenyomópadot, 2073-ban. Kicsit hogy még rosszabbul nézzek. Egy kezes súlyzott, Arni, tegyetek fel egy parasztházra, itt lakott Arni, azt adjuk el múzeumnak. Az jöjjön a lóvé. De bejött nekik. Nem, egyébként Arni is meglátogatta ezt a múzeumot, és hitelesítette a jelenlétével, igen. Oké, na figyelj, híres ember van még, és szólásmondás. A szólásmondás mindenki utoljára hagyja, úgyhogy Csabinak volt a Bázinnak egy nagyon jó javaslata, majd elmondom, ha odaérünk. Melyik legyen? Megjegyeztük, mert 10 évente van egy. Melyik legyen? Híres ember, szólásmondás. Legyen a szólásmondás akkor. Szólásmondás, mivel Csabi rájött, mert hallgat minket, hogy ezt hagyja mindenki utoljára, vagyis a pénteki játékosnak már nem jut más, vagy a csütörtökinek, ugye mindig a könnyebbeket választja, azt mutassuk meg úgy háromszor, hogy nem veszünk ki semmit. Tehát, hogy a szólásmondásnál egy kicsit könnyítsük, mert ugye az a legnehezebb. Mondtam, Csabi? Legyen. Nem véletlenül vagy te az, aki. És tényleg. És? Igen. De magától nem alakult volna így. Indítjuk az órát, fél perc, mehet? Mehet. Háromszor mutatjuk, figyelj. Intereslekce, navze. Na még egyszer. Figyelj. Intereslekce, navze. Navze. Gyorsan. Még egyszer? Intereslekce, navze. Ez van. Így van? Ez van? Ez van, ezt kell szeretni. Hey! És azt ott van minden itt neki. Soha a büdös életben nem jöttem volna rá. Ez van. Ezt kell szeretni. Intereslekce, navze. Fú, a navze az megvolt. Aha. Megvan az ajándékcsomag. Nagyon ügyi vagy. Ügyi vagy. Jó, hát ez baromi nehéz volt. Ez sokat segített, ez van. Így van, ez van, így indul. Többit már csak hozzátettem, megmondom őszintén. Mindig a végét kell összetenni. Így van. Ez az elejét pontosan. Háromból? Háromszor mutattad, vagy csak kétszer? Háromszor, igen. Háromszor. Balázs egy ajándékcsomaggal. Nagyon szépen köszönöm. Jutalmazunk téged. Köszi. Szóval szép napot. Vigyázz magadra. Sziasztok. Ti is. Hello. Ciao, ciao. Hello. Szia. Hello. Ez is meg. Már csak másfél óra. És? Kezdődik. Ja, tényleg. Fél tíztől engem elveszítettek. Az biztos. Aha. Robot üzemmódba kapcsolok. Én ma érzek valamit a levegőben. Uh-huh. Ma szerintem Roger behúzza. És ilyenkor jönnek majd a standard megúszós mondatok. Hogy nem úgy gondoltam. És az SMS olvas. Ne tegyétek makon. Meg, én nem ezt mondom, én nem búzítok senkit játékpénzes szerencsejátékra, de hogy teszem, de én ma megérzem a rezgést az erőben, mintha milliók sikoltottak volna fel egyszer. Igen. És aztán néma csönd. Na ez lesz a fogadókkal. Menj, gyakorolj tovább. De ez lesz, én szerintem a Roger behúzza. Na jó, 4 perc, pontosan 8 óra, elmegyünk egy picit hírezni, és aztán jövünk a hírek után. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 8 óra után vagyunk pontosan 10 percen. Ez mi volt? Ők kik?
Dince. Hogy? Így első ránézésre. Mi? Elmaradt neked egy A betű és dance, vagy DNCA? Aha. Vagy Vince, csak elrontott, nem tudom. Őket nem ismertem. Elők, ha ezeket Csabi tudja. Ez a beszéd, de Csabinak tudni kell, így van. Itt vagyunk, drága hallgatók, 8 óra után 10 perccel, 4-9 előtt 5 perccel. És ugye? 9 óra előtt 50 perccel. Istenem. Már csak 1 óra 20 perc. Tényleg most ez mérded az időt? Gyerekek, hát most mit csinálja? Hát én rajongó vagyok, hát ez most az időszámítás, a teniszrajongóknak ez ma erről szól, hogy 1 óra 20 perc. Djoko Federer. Ez olyan, mint neked, amikor a kandisznó találkozik egy sárga hasú, egy mangalicával. Janinak, amikor a tofu salátát elé teszik mit tudom én, mi így van. A vegavéslibe. Így van, vagy amikor éjfélkor kezdődik a kódolatlan. Számlálom vissza a perceket. Egy évben kétszer kódolatlan nap van a HBO. Ingyen porno, hasznere. Egyre ingerültebb vagyok, mert a gyerek még mindig jó éjszakátokat kiabál le a emeletről. Kinek mi? Valakinek a Super Bowl, ami így nem sokára van. Jön, valakinek az NBA, azok, valakinek kevésbé a Forma 1. A teniszt, azok ugyanúgy számolják az időt visszafelé, mint a hiddel. Hogy legyen már vég az Australopennek, hogy végre ne beszéljek a teniszről, de ma jelzem, egész visszafogott így vagyok. Van. Nem terhellek benneteket occokkal, eredményekkel. Hány meccset nyert Roger? Hány meccset nyert Djoko? Kinek áll a zászló? Mit nyilatkozott ez? Mit nyilatkozott ez? Mit mondott? Kinek a Super Bowl? Kinek a dal a Super Bowl? A dal a Super Bowl. Én már azt mondják, hogy sértettek vagyunk, hogy nem válogattak be. És egy picit igazuk is van. Egy picit igen, de nem azért mondtuk érzem azt a műsorról, hát, amit de most mondtuk. Miért? Legyünk hát őszintén, egy picit bánt minket érzem ez a dolog, mert nem értjük, hogy miért történt ez így, de ettől függetlenül nagyon örülünk neki, hogy arccal a 600 ezeres nézettség felé halad jelenleg Polgár Peti és a Hungarikul Puma dal című dala. Ja, azt hittem, hogy le is adjuk. Néhány év múlva figyeljétek meg, majd valamelyik internetes portál, ami előszeretettel raknak össze ilyen összeállításokat. A legjobb be nem futott dal összeállításában ott fog figyelni a Hunnadal is az első néhány helyen. Vannak ilyen. És akkor majd befutunk vele. És akkor majd, lehetett akkor majd felfedeznek volna, akkor minket. De akkor majd sajnálhatjátok. Amikor akkor majd bánhatjátok. Így van. De, ne, hát, ne. Dehogy nem. Neked, hogy jövök, melszobrod lesz Bazsiban. Én leköltözöm Bazsira. Bazsi polgármestere lesz már. Hát, egyre jobban gondolkozom azon, hogy elköltözöm a fővárosból, lehet, hogy Bazsiig megyek így egyébként. Van. Igen. Na, azt mondja, hogy a trafia 22. kerületben a Gádor utcában az iskola után. Kriszta küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy mi van még. Elég sok minden, úgyhogy figyeljetek, ha úton vagytok. Valószínűleg az M3-ason történt baleset miatt Fót és Mogyoró teljesen bedugult, nem érdemes erre kerülni. Ferihegyi kivezető kamion megint bement, most olat ki, teljesen beállt. Azt a kaput írja már meg nekünk egy kamionsofőr, hogy a kapu rossz. Miért? Rossz helyen van, rosszul van írva, azzal a kapuval valami nem stimmel, mert két naponta valaki bemegy alá, és a nyakába veszi azt a mérőkaput. Ez lehet, hogy valami kihívás. Nem stimmel. Ez valami kihívás köztük, nem? Körül bement a Facebookon, hogy igen, aki először át tud menni, az kap 4 téli gumit. Valami. Vagy nem tud. Igen, az M1-esen Bécs irányában haladókat mérik a 140-es kilométer körnél, a felüljáróról Levi küldte nekünk. A 44-es úton 48-49-es kilométer között kamiont ért a vasúti átjáróban. A forgalom halad, rendőr még nincs. Tomi volt a traktoros, aki elküldte. Budapest felé már Mogyoródnál áll a sor, mindenki meneküljön, hagyjátok el az M3-ast. Egészen pontosan a Mogyoródi lehajtónál van a baleset, és emiatt nagy a torlódás Budapest felé. Megállt az M3-as, próbáljátok kerülni. Fejéskodából támogatják a költségvetést, Lukácsházán írta nekünk Tomi, valamint az M6-os déli szakasza Pécsig oké, strandidős 7 fok, néma csendköd és szervmente széna a WC-papír árusunk, ami drága szénán küldte el nekünk. Köszönjük szépen. 47-es úton Sáránál baleset van, helyszínen ellenek torlódik a forgalom. Vigyázzatok, 89-es kilométerénél az M7-esnek félsávot elfoglaló szőnyeg a belső sávban. Ezt Ákos küldte. Hogy fog az hiányozni valakinek? Az valakinek hát, nagyon fog hiányozni. Ha nem direkt van ott, hát, mert komfortosítja az autópályát. Puhább legyen, vagy mi? De nincs kiterítve, össze van csavarva. Igen. Tényleg azt mondtam, amikor száz ki, hogy megjöttünk, és levennéd a... Meghoztuk az őnyeget, hol van, jól összehajtottátok, befért a csomag, tehát nem, fenn van a tető. És őnyegre vigyáztatok, ugye mondtam, hogy kézi csomózású törökből hoztuk 84-be. Igen. Vagy tudod, amikor frisse hozzák, mert tisztítottad. Azért az... Úgy az akciós egy picit. Megjöttek már a vibelépők? Hova? Az agrárgép súra.
ott a helyem. Traktort akarok nézni hétvégén. Imádom őket. Próbálni, nézni, fölmászni. Fölmászni, viszem Benit, elmegyek. Traktort fogunk csodálni. Mi van a púpoddal? Jól van, köszöni szépen. Ja, így, hogy ez így megkérdezett. Gyerekek, basszus, hát mi van? Bejutott a kis púpom. Hát most arra öregszünk, öregszünk, hát mi van a derekaddal, mi van a csípőddel, mi van a púpoddal. Jók lettek a lenetek. Cukor? Hogy van a cukrod, milyen lett a vizelet, lelettet? Hát gyerekek, öregszünk. Hát mit csináljunk? Na mi van? Tegnap voltam doktor bácsinál. És? És azt mondta, hogy ezt hallod a hátad mögül. Igen, mondtad, hogy doktor úr, adjak egy kis édeset? Igen. Hogy, aha, itt mondod, ne ragadjon ennyire össze a száját. Kocsi úr, aranylakodalom már nem lesz. De mondom, előbb az elsőt kéne megülni, ja, ahhoz, hogy legyen arany. Vetkőzön, levetkőztem a doktor úrnál, megnézte, és ezt hallod hátulról. Mondtam, hogy az az, hogy Marika jöjjön ide, ezt nézze meg. Ilyet még nem látott. Amit nem akarsz orvost állagatni. Igen. Szóljatok mindenkinek, jöjjenek be. Hát ezt nem hiszitek el. Fényképezőgépet. Így van. Jobb, mint hogy azt hallottad volna, hogy anyád nem is rossz. Érzi az ujjam, Ferenc. Érzem, érzem, de nem ott van a púf, doktor úr. Úgyhogy ez van, egy hét pihentetés van neki, le kell nyugodjon. Mi az, hogy pihentetés? Hogy nem, a doktor úrnak, mert hogy ilyet még nem látunk. Most egy hétig nem tud jönni kivel. Föl kell dolgozzon. Ferenc, szóljon a púpnak, egy hétig pihenjen. Hát mi az, hogy egy hétig pihentetjük a púpot? Vigyázni kell a púpomra egy hétig, hogy ne gyulladjon be, és akkor utána kiment belőle az a gyulladás, ami most van, akkor vége. Jaj. Akkor figyeljetek, annyi. Tegnap láttam egy kis videót, illetve nem láttam végig a videót, egy percet se tudtam belőle végignézni. Az egyik kedves hallgatónk átküldött, nagyon szépen köszönjük a többiek nevében is, majd átküldöm nektek, és egy kis videót egy ilyen púp eltávolításáról. Hát nem tudtam végignézni. Ne küldd át, légy szíves. Most mire pihentetjük, hogy azért, hát, hogy... visszavonul? Aha, hát egy kicsit megnyugszik. Nem, hátra lefial. Hát, ha lesz több púp, és akkor egyszerre többet tud kivenni, mert tokkal együtt kéne kivenni a púpot, de ha be van gyulladva, akkor a tokot nem. Uh-huh. Na, értem. Hú, gyerekek, ilyen a B-oldal. Aha, ez már rám is. Ez a B-oldal. Púpok, fekélyek, kelések, orvosok, vizeletleletek, rüh, atka, és mi? Ez tényleg ez van a B-oldal. Hát ebből megváldás, hogy néhány meg kis pipát. Az utolsó kettőt egész biztos. Piros pöttyök, fura helye. Szóval ez a B-oldal, hogy elindul. Ez. És nem is tehetsz róla, mert egyszer csak ott van. Érted? Tehát, hogy ez nem egy ilyen szerzett dolog, ez egyszer csak jön. Nevezzük el a púpot valahogy. Hogy? Mi legyen? Mit tudom én? Hát adjunk neki nevet. Hozzuk közelebb. Rákóczi. A kis rodos. A kis tekirdál. Ugye, te mindig együtt vagytok, akkor legyen Mikes Kelemen. Mikes Kelemen, igen. Szóval valami neve legyen, hát nevezzük el. De valami kedveskedőt, ne ilyen hosszú hivatalos. És valami most, kis most beszélsz az, egy léci kicsi púpon vonulj. Igen. Vissza, hogy nem ütsenek meg? Van ilyen, hogy este beszélgettek? Én vagyok a te púpod, ne ahol, legyen hozzám kedves, visszavonulok. Van ilyen, hogy dumáltam? Persze, már nem merek hátra feküdni, hogy nőnk megnyomja. Apa, jól vagy. Jól vagyok, csak a púpommal beszélsz. Egyedül vagy bent? Igen. Mondd neki, hogy is itt vagyok. Tényleg van olyan, hogy hangokat hallasz a fejedben, és azt gondolod, a púp beszél hozzá? Van ilyen? Persze. Menjél, én vagyok a te púpod, nem menekülsz tőlem, nincs. Ilyen, hogy beszél hozzá az a tarkódra. Túlsólásnál, ne ezt a meleget már nem bírom. Igen, ez már sok. Vigyél ki a gőzből, kis gazdám, vigyél ki a gőzből. Azt a gyökérkefét, el innen. Félek az appantól. Habkövet, ne! Félek az appantól. Úgyhogy így van, nyugszunk, és utána vágunk. Jó van. Így múlik el a világdicsősége. Nem szabad túlságosan megöregedni. A kutya fáját. Pupi. Pupi. Legyen pupi. A kis pupi. Mert az olyan azért... Ne, akkor a kis pubi. Pubi. A kis pubi. Jó, pubi. Pubi. Pubikám. Hossza pubi. Pubikám. Pubi. Hogy vagy kicsi pubikám? Hogy le pubi. Pukli. Pukli. Miért? Kínai? Hát, ha ki tudja, pukli. Kínából emigrált, érted? A kis pukli. Pukli. az nem jó? Pukli. Kis gömbölc, ilyenek, nem? Valami legyen. Tudod, hogy kis gömböc főz felmer mindenki a padlás, azt mindenkit felzabál. Igen, de ez az, hogy mindenkit fel most a púpomat. Mi lesz, ha egyszer ez a púp öntudatába ébred, bekebelez téged, és begurul ide holnap egy púp? Felveszi a szemüvegedet, de már nem Feri lesz belül, és a púp lesz kívül. Vagy én leszek a púpon. Nem, a púp megzabál téged, bejön és azt mondja, hogy sziasztok, én vagyok az új társatok, a púp. Hát hol van Feri? Lesz, itt van bennem. És te leszel a púpon. De téged is meg, akkor benneteket is te meg fog enni. A púp megmutat, most kérjük, hogy nézzünk meg téged, fölhúzzuk a púp pulóverét, és ott leszel, egy kicsi Feri ott fog ránk nézni, hogy mint Han Solo befagyasztva, hogy szabadítsunk ki téged. És a púp próbál majd itt beszélgetni velünk. Mentsetek meg, az orvos el akar távolítani. Van Feri, állj vissza, Feri, vagyok a púpon, álltál neked. Vágjátok fel. Mi van, ha igazából te vagy a kinövés a púpon?
Hát nem lehet, én voltam előbb. Ezt nem tudjuk. Hát de én tudom, nekem nem volt púpom. Nem lehet, hogy a fejlődés történetedben egyszer átvetted a szerepet, de igazából te púpként indultál? Tehát hamarabb előbb volt a púkli. És tehát én a púp előbb, te ránőttél, majd aztán én megnőttem nagyobbra. És most történik meg a visszafoglalás. Aha. Ezt már én is ugyanúgy hallgatom, mint ti. Tehát ez Poop versus Feri. Godzilla, aha, me a Godzilla. Tehát volt egy jó 40 évem. Predator. Egy jó 45 évem, amikor én átvettem az uralmat, de igen, most megijön a Poop. Tehát a szüleid nem merték megmondani neked. Felszálltak egy vonatra, és együtt robognak. A szüleid nem merték neked megmondani, hogy te Poopként születtél. Aha. Bár helyen néha herudóéleket hallottál, édesapátok, hátamon, ezeket hallottad, és itt te öntudatodra ébredtél egyébként. Azt írja meg, hogy most léptél pubertáskor. Pubertás. Pubertás. Én vagyok az apád. Púp. Én vagyok az apád. Púp. Jaj, képzeljétek el, olyan kedves ajándékot kaptam, ezt meg akarom veletek osztani. A Vasas elnöke, László, Markovics László, nem tudom, remélem, hogy nem maragszik, ha bemondom, megtalálta valahogy a sportorvosi igazolványomat, és elküldte az 1987-es Vasas SC Sportegyesület igazolását, ami egy magyar testnevelési sportszövetség tagsági könyve a Birkózó klubból. 30 éves, lassan. De túl lassan 30 éves. Jövőre 30 éves. Igen, ezt nem számolta. Igen, hát látod, ezért ez a pár kimaradt matekkora, hogy megbosszulja néha magát. A rohadt életben. Akkor nem kell eljutom a pioldalit, hogy szorongani kezdjek. 87. 1987-ből az első sportorvosi, orvosi igazolásokat, hogy versenyezhetek, bepecsételték, 88. január 27-én pecsételték be az elsőt, hogy versenyzésre alkalmas vagyok, és elküldte fotóval. Hát a fotó azért az... Jó, nagyon... de szép gyerek voltál te! De szép macska vagy, Sanyi! Azt a mindenit neki! De jó! Figyelj, ez, hát a fejforma már megvolt akkor is, mutasd! 87-es fotó, ezt nézd meg. Mutasd! Fehér pöttyös ing gallérként kirakva. Aha. Közvetlenül előtte beszakították a hidadat valószínű, mert kicsit durcás arcot vágt. És apám valószínű leültetett a pillére, megfordította, és ahogy forogtam, egy helybe tartotta az ollót, és csak így körbe vágott, amikor mindig ugyanoda ért a homlokom. De minden egyes fordulásnál vágott egyet. Figyelj, zseniális arcod van, erre az arcra ez van írva. Én balettozni akartam. Rohadjál meg, kicsom van. Figyelj, zseniális. És komolyan meghatottam. Ez tényleg, ez egy szép dolog a Markovics úrtól. Nagyon. És köszönjük szépen. Azt is jelezte, hogy egyébként nagyon szívesen tatarozzák végre a birkózócsarnokot, úgyhogy jó lenne, hogy 87 óta elmaradt tagdíjat befizet. Hát sajnos azt a birkózócsarnokot már nem tatarozzák, mert úgy, hogy van a box csarnokkal és a birkózócsarnokkal elbontották. Igen. De lett új. Azt nem tudom, látod, de én azt kicsit megsirattam. Mi oda jártunk birkózni. Aha, Vasasba. És ott a Fáj utcánál építettek új birkózócsarnokot. Te is a púpod? A gyerekek is. Ja, bocs. Szóval nagyon, nagyon, nagyon helyes volt, olyan aranyos volt, tényleg. És ezt megőrizték azóta? Ezt nem tudom, hogy került elő, valakinek a kezébe akart. Zseni, a gyerekek, zseni. Azért az a kép, az sírós. Figyelj, sírósan magáé, ugye? És itt van a kis bélyegzők, és versenyezhet a lányok között. Nagyon jó. Igen, a női sportorvosi engedély, megadva. Figyelj, ez zseni, tök jó dolgok, amikor így előkerülnek ilyen régi kis kordokumentumok a múltadból, nem is számítottál rá már rá, hogy ez megvan. Figyelj, adod-e nekem, akkor meg is lesz még egy pár év múlva. Nem, ezt elrakom. Zseniális. Ez eleve nagyon hiányzik maga a birkózás, meg az a fajta mozgás. Csak nem akarok lemenni ilyen 18 évesekhez, akik... Csúnyán megvernének. Rommá hajtogatnak, de én azért azt 6-8 évig üztem, és nagyon hiányzik maga az a fajta mozgás. Keresek egy olyan helyet, ahol ilyen szenyor birkózó klub van, és akkor le tudsz menni kicsit velük edzeni. De olyat keres, aki szintén úgy nem edzett, mint te. Mert hogyha valaki végig edzett, 40 éves koráig véged van. Ahol ilyen taták, te 38-ason lemehetsz egy kicsit úgy birkózni, hogy vannak, akik már régebben birkoztak, szeretik ezt a mozgást, amit nem versenyző közt 16 éveseket. Jöjjön papa. Jöjjön papa, tudod. De nem, vannak nagyon komoly Masters versenyek, tehát simán lehetsz Masters, EB, Európa bajnok, nem, csak lemenni, mozogni. Nagyon szerettem azt a fajta mozgást. Úgyhogy ezt majd felteszünk. Köszönjük szépen. Nagyon jó. És az inget, nekem még mindig van ilyen
engem. Hát te konkrétan így öltözöl. Tehát ahogy én öltöztem 87-ben, te így öltözöl 2016-ban. Fehérink kirakva, kis gallérre. Ez a kép most marhára megfelelne. Van egy ilyen Facebookos felhívós dolog, hogy azt mondja, hogy 5 képet kell közölni, ami 15 évnél régebbi rólad. Minden nap egy képet kell közölnöd. Valaki kihív, emlékszel? Csak Balázsról lehet? Nem! Mindenki saját magáról kihívlak téged a Facebookon. Ez az Ice Bucket Challenge, ez hasonló hát, kihívós. Igen, annyira nem veszélyes a dolog, mert abban ugye volt, aki bele is halt. Itt az van, hogy ha én kapok egy ilyen kihívást, akkor azt kell teljesítenem, hogy 5 napon keresztül magamról 15 évnél régebbi képet kell kirakjak, és minden egyes képhez ki kell valakit még hívjak. És hát állítólag nagyon-nagyon vicces képhalmazok kerülnek elő. Retro Picture Challenge. Ennek az értelme, hogy akkor 5 napon keresztül te posztolsz. Igen, egy-egy ilyen képet magadról. 15 évnél régebbi képeket. Igen, lehet csecsemőkori, lehet, aki mennyi, ugye ki hol tart most az életében éppen. Tehát akkor nektek ilyen 40 év körüli képeket kell. 30 alatti te! Most vagyunk 45-ök. 40-es képeket kell kitenni. 30. És ezt valaki megnyeri, vagy ezt teljesítened semmi kell, ha téged kihívnak? Igen. Hát. Ilyen hülyeséget. De figyelj, miért? Hát ez ha másért nem, azért, mert marha vicces egyébként végignézi, főleg közszereplők esetében. És én ezzel most ki tudlak hívni? Tehát én ezt felteszem az Instára, vagy a Facebookra, én ki tudlak hívni? Igen. Azt mondod, hogy állom a kihívást, itt az első képem, és kihívom Vadon Jánost. Vagy a Zsút. Így van. Figyelj. Lehet ez az első, lehet a második egy vitel, egy függönyhajó, Z-pluszos, aztán egy cseréptörést vállalok, promófotó. Ez jó, azok voltak már 15 éve. Hát neked 15 évvel ezelőtti képét milyen van? Milyenek vannak? Semmilyen. Játszol a malacca? Aha, mi? Nem játszom vele, földolgozom. Udaloztok a bólyat? Nem, igazán nem csinálom vele, hogy hívják volt. 3 birkából és 2 malacból egy saslikot. egy korbásszal a nyakadban rúgdosol egy lúdlábcsontot valahol? Fejtel, igen, felfűzőket egy kopjár. Te meg hosszú hajjal, nem tudom. Nekem azért vannak azért nem, hogy nem izét, trágyát villázom. Trágyázol valahol igen, nagyon messze. Apámmal merjük a kerti budit. Fakadál a kezedbe, tehát mit tudnál kitenni? Jó, én kihívlak benneteket szívesen, én nem vagyok Facebookos, nem Facebookozom. De akkor én kirakom ezt az Instára, és tekintsétek ezt kihívásnak, tehát ti is akkor hozzatok. Nem kell 5-öt, egy valamit villancsatok, jó? Jó. Én ezt a 87-es képemet szívesen megmutatom. Akarsz most egyet előlegesen? Csak te is neked? A szamár? A kazal mellett? Hát ez... Én is azt én a kazal, hogy mi a két ilyen. Jézus, atya, úristen. Ez 94-es, a Bozsolé Novorallin voltam, kérlek szépen. Egy Alfa Romeo van, mint az a háttérben jól látható. Azt nézd meg. Atya, úristen, neked jót tett, hogy öregszel. Azt nézd meg azt a képet. Azt a mindenségét neki. Azt mondja, jót tett, hogy öregszel. Komolyan, tehát jót tesz. Na, adjad neki, Jani, adjad. De most nem. Az én vagyok, igen. Atya úristen. És ezután még hány rész jött a Harry Potterből, ahol Hagridot játsz? Nagyon. Fura. Ugye? Igen, de ott vagy benne valahol, nem? Én vagyok ez is. Nagyon kemény. Még milyen kihívásokat találnak ki? Tehát igazából tényleg sok értelme nincs. Semmi. Van, aki ezt szégyelli? Vagy van, aki nem mer kitenni ilyen képeket? Hát inkább az, hogy ilyen közös múltidézés, mint hogy neked is milyen jó volt, hogy ezt a képet megkaptad. Igen, úgy az ember ilyen elfeledett képeket elővesz, hogy keresgél, hogy mit rakjon ki magáról, és akkor azt mondja, hogy úristen, ez is én voltam. Hát szerintem ez olyan hülyeség, amikor valaki nem vállalja fel, hogy milyen volt. Tehát, hogy azért vannak sokan olyanok, akik azért nem szállnak ebbe bele, mert azt mondják, hogy basszus, nem előnyömre vált, vagy előnyömre változtam, de hogy régen hogy néztem ki, meg ízé, akármi, tudod, tehát így ilyen, szerintem főleg hölgyeknél, de nem, szerintem a pasik jobbak ebből a szempontból. Tehát milyen slank voltam még 20 évvel ezelőtt, akkor most már nem rakok fel képen, akkor látják, hogy mi lett belőlem, meg hova fejlődtem vissza, úgymond. Vagy de lássad, valakinek jól látod, a Feri. Nézd meg. 20 év. Ugye? Kifejezetten jót tesz, ahogy öregszel. Na, hozzá te is egyet, jó? Jó. Valamit, nem tudom. Akkor még hosszú hajjal voltál, 15 évvel ezelőtt, nem? Igen. Hogy mit tudom én, állunk apámmal, mit hívják, az Áfork útnál már. A kis fehér szandálodban, az oklidban, a kis bermuda nadrág, a zsebes bermuda gatyádban. Hát akkor nyilván veszük a olajkájhába, a naftát. Kukoricát lopni. Igen, azt mondja, csülköt eszünk a Kossuth téri piacon. Ne, hogy dinnyét loptok Majosházán, azt a fotót. Ne, így van, tényleg. Latházáról lopjátok a dinnyét át Majosházán. Így van, amikor az Albert írsa, hajnapról lopjuk a szőlőt. Na, apám úrtakat. Jó.
Ilyenkor az embert egyébként a hatalmába keríti az érzés, hogy milyen jó lenne, ha az 1987-es éneddel tudnál beszélgetni. Nem szoktatok ezen gondolkodni? Hogy ott van egy ártatlan, szegény, még akkor nagyon naív kisfiú, aha, aki vagyok én, hogy ha majd jön az a bácsi a Margit szigeten, és felajánlja azt az új cipőt, hogy odaadja nekem. Hogy nem megyek haza anyukámnak, és mondjam azt, hogy nézd, anyu, milyen szép új cipőm van. Így, mert a bácsi azt mondta, hogy menjünk be a zenélők út mögé. Megkapom ezt az új cipőt, nézd, anyu, milyen szép új cipőm van. Ne menj be. Nyilván nem, csak hogy milyen jó lenne, ha tudnál vele beszélni. Ez milyen érdekes beszélgetés lenne egyszer, hogy te az 1987-es éneddel tudnál kommunikálni, és felvehetnéd valahogy saját magaddal a kapcsolatodat. A kapcsolatot. És hogy mit mondanál neki, mit üzennél, miről beszélgetnétek. Ő tudná-e azt, hogy egy idősebb énjével beszél, vagy csak te egyszerűen tudod, hogy van az állatkertben, 1987-ben egy 13 perces üldögélése saját magadnak, mit tudom én, a zsiráf ketrec előtt. És odaülsz mellé, és elkezdesz beszélgetni. Idősebb bácsiként, és beszélsz vele mondjuk 10 percet. A saját magaddal. Ő nem tudja, hogy te vagy, de te tudod, hogy te vagy. Érted? Aha. Ja, szokás. Ugyanaz, mint ahogy igen, a púpommal beszélgetek, még tudod? Ne tegyük fel ugyanazt a lemezt, csak más szöveggel. Nem így mondom, a kicsi én nem tudja, hogy az idősebb énjével beszélget, csak azt hiszi, hogy egy ártatlan bácsival beszélget. Te viszont tudod, hogy a fiatalabb kori éneddel beszélsz. És még tudsz neki olyat mondani, ami esetleg meghatározhatja a jövőjét. Aha. Uh-huh. Vagy csinálja máshogy, vagy ne kövesse el azt a hibát, vagy nem, tehát valamilyen üzenetet átadhatsz saját magadnak. Én visszamennék, és meggyőznélek arról, hogy sokkal férfiasabb példaké például a Kozma Pici, vagy a Komárom, mint a Nurejem, vagy a Markó Imád. Nem akartam soha rendezni. De most nem arról van szó, hogy én leülök a kicsi Vadó Janihoz, aki kéreget az állatkertben a borszketrec mellett. És enni már órán kell, mondok neked az összes zócsemegét, amit az anyukája azért igen, tesz neki, hogy az állatoknak adja. És a galambok elől elveszi a kukoricát, amit a néni kiszór, és azt mondom, hogy János, nézd, így néz ki a kenyér, edd ezt. Tehát én nem erre gondolok, hanem hogy saját magadnak üzenhetsz valamit. Saját magadnak mondhatsz valamit, mi lenne az? Milyen útravalót adnál te a 10 éves Balázsnak, te mint az érett Balázs? Vagy a 10 éves Janinak, vagy a 10 éves Ferinek? Okay. Mi lenne az, mert én megnéztem magamról ezt a képet, és én ezt gondoltam, hogy milyen szívesen beszélnék veled. Beteg vagyok? Mit? Aha, igen, ha beteg már vagyok? Így mondod a magad képre, hogy veled. De milyen szívesen beszélnék veled ott abban a kis ingben, azzan abban a pólóban, hogy mit csinálj és mit ne csinálj. Tessék? Nem mondhatod neki, hogy veled. De hát ezzel a kisfiúval. Érted? Mi lenne az egy mondat, egyszerű, amit mondanátok magatoknak? Hát én, amit mondanék magamnak? Na, még egyszer elmondom, te kis hülye. 92. 37. heti nyerőszámok. Emelkedő számsorrendben a rohadt életben, te antitalentum. Nem igaz, hogy nem tudod megjegyezni. Most meg az elefántokat, az is így nem van. Most én ezt komolyra próbálom fordítani. Hát ne milliós azt, hogy, csinálni ne belőle. Ne azt, hogy kenózzá, hülye gyerek, kenózzá. Nem erre gondolok, hogy tegyük milliómossá, mert az, nem pénzt akarnék adni a kezébe. Hát te mész a Rubik Ernő bácsihoz. Igen. Elmondod neki, hogy van egy rohadt jó ötlete. De Rubik különböző nem... színű. Érted? Nem. De és akkor betársulna, és akkor bemennek kis Janika. Ernő bácsi, Kéne csinálni egy kockát, különböző szeket. Honnan van az ötlet? Én mondtam magamnak. Mi van? Hé, mondtam magának, csak az idősebb így nem mondta a fiatalabb így nemnek, aki most vagyok én. Jó ötlet, ám, csináljuk meg! Szerződjünk le a Politech-kel! A kínaiakra vigyázzunk, mert komoly konkurencia lehetnek. Bekerülünk majd a Modern Művészetek Múzeumába. Aztán milliómosak leszünk együtt, ne csapd bele, Ernő bácsi! Már repülnél is. És így van. És az öreg egy vasvillára húz, hogy ki ez a gyerek. Dobjátok már ki a kis retardot. Adjatok még egy fél sonkát zsemlét, azt figyeljetek innen. Hogy mi lenne az? De most nem erre gondolok, hogy tedd meg izé kincsemet, nem tudom. Jó, de visszamegy. Ahhoz, hogy azért nagyon messze kéne visszamennünk az időben. Fej, már ezt adhatnám magának annyi idős. Tedd meg kincsemet, tétre helyre befutó. 1916-ban a lovin tétre helyre befutó, a 8-as kincsem, tedd meg. Mi lenne? Csak tedd meg az Antantot Versailles-ban. Csak az. Nem pénzt adni magunknak, hanem valami olyan mondatot, hogy ne írd alá az OTP-s szerződést. De jó, igen, vigyázz, hogy a víz a hiteled. Csak a pénz. Látod, de megint. De ezt ilyen nem bemondhatsz, hogy tíz... Tanulj meg olvasni, hogy egy gyerek. Lesz majd egy gonosz bankos valahol a 8. kerületben, de víz a hitelt akar rásózni, ne írd alá.
Nem, ha valami baj, nem tudom én is jártatok együtt általános iskolában. Na hát, hát a hátam. Szépet, na. Ilyen nagy, ne, nagy Robika például, csináld nyugodtan, nem kopik el. Na. Tehát valami ilyenre gondolok, hát hány kamasz megy át a lelkiismeret furdalás szomorú ösvényén, ugye? Amikor is hát megtörténik a dolog, de a szüleid azt mondják, hogy rossz, és hát gerincsorvadásod lesz, meg nem tudom. A Robikának van igaza, csinálj nyugodtan, nem kopik. Háromszor, és belefér, nem funnyadsz el. Na, nézzük meg, hát a hallgatóknak van egy mondata. Ültök az állatkertben, leültök a 10 éves önmagatokhoz. Egy mondat, ami segít. De most nem pénz, meg nem devizahitel, bármi. Jó? Ott ül a kicsi Feri láblógatva, a kicsi Jani zokniban, szandálla, eszi a török mézet, oda ömeli a nagy Jani. Jó? Töröld már meg az orrot, hogy nézel ki. Már megint taknyos, vagy kis virra. Jó, egy mondat. Nem tudom, lehet, hogy csak én szoktam ezen gondolkozni. Mert ha megnézzük hallgatóink, velünk együtt gondolkodnak-e. Jó? Úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. Itt vagyunk, 3:49 múlt, pontosan 2 perccel egy jó kis tankcsapda után. Egy kis ugye, retro. Hát ha már retro a témánk, akkor így van. Egy kis retro zene. És ugye arról beszélgettünk, hogyha lehetne egy olyan élethelyzet, amikor a fiatalkori énünkkel találkozhatnánk, akkor mi lenne az egy mondat, amit mondanánk neki? Ugye nagyon sok film, nagyon sok könyv készült erről, dolgozott fel hasonlót, amikor is ugye különböző időgépeknek köszönhetően, és az író fantáziájának köszönhetően az író találkozik fiatalabb kori önmagával. Mi az az élethelyzet, amit az ember átadna? Nem is élethelyzet, milyen szituáció, mi lenne az az egy mondat? Hát nyilván rengeteg minden, de mégis ott egyetlen egy dologra van lehetőséged. Tételezzük föl, a fiatalkori éned megérti, tudomásul vesz, és azt szerint cselekszik majd később, vagy az adott pillanatban eszébe jut az a bizonyos mondat, amit az állatkertben, miközben ott himbálta a lábacskáját 1987 környékén, vagy bármikor zokniban, szandában odaült mellé egy nála jóval idősebb bácsi, és átadott neki egyetlen egy mondatot. És azt mondta neki, hogy szavaz inkább az SZDSZ-re. Igen. Na, nézzük, mit mondanának hallgatóink saját maguknak. Ugye, mert ez is nagyon fontos volt, hogy ti mit mondanátok saját magatoknak, ha megtehetnétek. Én azt biztos elmondanám magamnak, írja egy hallgató, hidd el, hogy többször leszel majd szerelmes, de csak egy olyan lány lesz, akivel majd leélheted az életed. Az évek során mindenre megkapod az esélyt, csak légy türelmes. Tomika küldte nekünk. Ne egyél annyit kiskövér, mert olyan leszel, mint egy zsíros bödöny. Ezt a messzes küldte nekünk, még odaért, hogy Hali. Haj, gyermekem, nem kellett volna abbahagyni a sportot, és az összes idődet és pénzedet elkölteni a kamionból kifolyt gázolajra. Kaptuk SMS-ben. Én azt javasolnám magamnak, hogy nem igazán jó ötlet csörítéssel kérdőre vonni a halászokat, hová tűnt a csónakon, főleg, hogy nem is ők voltak a ludasok, hová tűnt a csónak, hanem a vén papsanyi. Sörítéssel. Ezek ilyen helyi konfliktusnak imádom az éreket. Hol lett a csónakon? Én csak annyit kérdeznék meg a fiatalabb énemtől. Van nálad KP telefon karóra? Tehát valaki kirabolná saját magát. Nagyon szép. Gyöngyvér néni nem a málna szörpért jár a szekrényhez olvasás órán. Szólj Hutka néninek. De szép eset. A gimnázium ballagásodon az a nagyon csinos lány nem véletlenül csókol majd meg. El ne szalazd, te ökör. Doppi küldte nekünk. Hát igen. Én azt üzenném, hogy nyugi, eljön az igazi szerelem, de ez elég lesz kevesebb bunkót is kipróbálni az évek során. De szép. Erika üzeni a saját magának. Keresd Viktort, és legyen ő a legjobb barátod. Merj oda nyúlni Beátánál a Csillebérci osztály kiránduláson. Krisz üzenné ezt saját magának. Mennyi elfolytott ugye? Régi hát vágy. Nyúlj oda nyugodtan. Merj oda nyúlni Beánál. Milyen szép. A Csillebérci osztály kiránduláson. Ebbe egy generációs életélmény van. Komolyan ebbe az egy mondatba. Ne zavarja, hogy ő az őrsvezető. Ne zavarja, hogy a portás néni. Ő az osztályfőnök. Igen, ne zavarja, hogy ő a menzás néni. Vagy ne zavarja, hogy ő már ő a konyhás. Jaj, Krisz, hát ugye vannak elszalasztott pillanatok. Hány ilyen pillanat van bizonyám, amikor az ember, ugye, amikor nem mer szólni, annyira fáj, de legalább valaki hozzáért. Nincs ilyen, volt ilyen? 14 évesen? Kislány, mikor még nem tudta, hogy kell? Úgy fogta meg, hogy de végre de szólt, fogja. De végre valaki fogja. Igen. Hogy annyira fáj, hogy nagyon fáj, de nem mertél szólni, annak örültél, hogy legalább valaki megfogta. Ugye? Füstöd. Már mindenkinek meg volt állítólag. Jaj, de fáj, nem így kell, de nem szólok. Túl leszek rajta valahogy. Kifolyik a könnyem, annyira rosszul csinálja, de legalább mit valaki. Mit szeretnek ebben annyira? Igen, legalább valaki megfogta. Köszönöm, már elég jó volt. És a haverokra gondolsz, hogy lesz mit mesélni holnap, de közben annyira fáj, tudod, mert hát ugye a lányzó azért még hiányzott belőle a rutin, az évek és a szakma szeretete. És az alázat. És az alázat.
Ja, Istenem, hol tartunk? Ja, azt mondja, hogy hidd el végre, hogy nem tudsz saját kezűleg olyan ernyőt csinálni, amivel biztonságosan leugorhatsz a fáról. Hát ez is komolyan, igen. Igen. Azóta az útszélén nem csak egy bábú, nem lesz vicces, ha neki megyünk. Tomi küldte. Kisfiam 10 év múlva fog szeretkezni egy lánnyal az autóban, kérd el tőle a számát. Milyen fontos mondat ez, ugye? Mm. Utána hosszú évekig ütöd a fejed, hogy miért hát nem kérnél. Hát kinél lesz, kinél pedig azt, hogy védekez. Igen, ott, azon a napon nem mondj igent. Fuss, 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 Tibike, fuss! Fuss, Tibike, nem mondj igent, fuss, Tibike, kicsi Tibike, fuss! Hogy rohan, nézd, hogy szedi a lábát. Ugye? Hát vannak elrontott házasságok is. Bizonyán mennyi mindent mondhatna az ember saját magának. Csak egy hétvégén mondj nemet a vodka narancs meghívásának, és inkább így áll sört, mert akkor lesz egy nem normális vőlegényed, puszi. Uh-huh. Pityukám, elígyé a géptül el! Mi történt a gép között? Vajon mi történt, hogy az idős Pityu ezt mondaná a fiatal Pityunak? Pityukám, erígy a géptül el. Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk. Ne válj el, tarts ki a mellett, aki szeret, és tarts nyitva a szíved egész életedben. Hívd el, megéri szívből élni. Hm. Nagyon szép. Ne reggelizz a nózidból, mert... Ne reggelizz a nózidból, mert Erika kiszúrja a töri órán, és nem jön össze veled. Ugye? Ha a 10 éves énednek elmondhatnád, hogy ne reggelizzen a nóziából, ugye? Pistike, csak egyszer feküdj le veled. Micsoda? Csak egyszer feküdj le vele, aztán kerüld el a tünde nevű csajokat. Főleg feleségül ne vedd el őket. Új, itt is van baj. Van baj. Új, de szép. Igen. Azt mondanám, fiam, a pincepresszóban inkább a nagy mellű szőkét választ. Igaz, kicsit csúnyább lesz, de hosszú távon jobban jársz. Nagyon szeretem, annyi egy ilyen SMS van. Ne menj majd hozzához, az XY töket lehet. Erre szólítanál fel önnöm magamat. Többször és nyomatékosan. Puszi nektek, szép napot. Ugye mennyi mindent meg lehetne ezzel előzni? Igen. Megkutyuld össze a nagymama gyógyszereit. Igen. Szállj rá a csúnya lányokra az oviban, mert néhány év múlva durva 180 fokos fordulatot vesznek majd. És kiszépül az összes. Mekkora igazság. Mekkora igazság. Ugye? Miből lesz a cserebogár? Miből lesz a cserebogár? De tényleg, a rondák megszépülnek, a szépek találkozó velük valamilyen találkozón, és nem hiszed el. Így van. Gyerekkorodban hogy? Voltál az. A ronda meg besétál, és azt se érted. Teljesen máshogy mozognak egyébként, tényleg, igen. Nézd rám, tanulj tovább, mert ez lesz belőled. Kamionos Gábor küldi nekem. Köp ki azt a cumit, mert csámpás lesz a fogad. Igen. Tedd meg nyugodtan, nem tudja meg a férje. Várjál, ez hogy van? Na de várjál, hát ezt pasi üzeni a saját pasi, a magának pasiként, hogy tegye meg a csaja, mert a férje nem tudja meg, így ugye? Van. Tedd meg nyugodtan, nem tudja meg a férje. Valószínűleg azért nem mert összejönni a csaja, mert férjezett volt, és félt, hogy kiderül, és ezért inkább nem tette meg. Na de ha nem tette meg, akkor nem, akkor ki, nem hogy... derült ki, ugye? Hogy... Mert nem tette meg, de hogy most honnan tudja, hogyha megteszi, akkor nem fog kiderülni. Ezt nem tudom. Azt mondja. Ja, Istenem, Istenem. De rossz vagy. Most vannak még üzenetek, hogy... Ez egy üzenet volt? Igen. Ja, Istenem, de rossz vagy. Ja, Istenem. Csapok a kezedbe. Gáborkám, vegyél Apple részvényt. Jó, azért Apple ja, ez már igen, lépj be te is az internet. Oh, ennek, igen. Igen, valaki ezt írni 432 35 41 75. Igen, nevedd meg a TV2-t. Igen. Igen, neved, de K.I. 90 dolláron szállják ki a GoPro-ból. Majd megnő kis bütyök, írja valaki még, igen. Ha, nagyon helyes SMS-ek vannak, köszönjük szépen. Igen. Jól van. Vannak. Van, aki erősen politizálhat, azokat már nem akarjuk. Igen, nyugi, csak felfüggeszthet lesz. Tomi üzeni ezt még magának, igen. Uh-huh. Oké, köszönjük szépen. Veresd meg magad a damuval, révbe érsz. Aj, Istenem, nem akarok ezeket, már nem akarok. Ilyen is elszasoló ezeneteket, igen. 5 perc, pontosan 9 óra, köszönjük szépen. Jó volt egy kicsit idő utazni, viszont most játszunk, 3-as ugrás, már itt is van, hallgatunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hamarosan, csak előbb itt a beugró. Hogy kell a hallgatót felcsigázni, mintha már játszanánk, de nem játszunk még. Ez a beugró a 3-as ugráshoz. Ezt írjátok meg, ha tudjátok. Ez sűrű volt. Akkor még egyszer? Nem, ez így jó. Ja, annyira nem volt. Még egyszer? Na jó, igazán. Nem, az, ha nem volt. A vége volt már. Volt már szerintem. Igen.
Andriska, egy utolsó üzenet, túrj bele a hajadba, és élvezd ki. egy nagyon nagy fájdalom. Nincs oda életbölcsesség, túrj bele a hajadba, és élvezd ki. 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk a troll percekkel, és a hármas ugrással a hírek után. Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Nála a véleménynyilvánítás egyfajta mánia. Bár igazából ez nem is igazi vélemény, nincs benne tény, nem is erény, csak szükségtelenül kemény. Mert nincs mögötte arc, csak felesleges harc magával és a világgal. Ő a troll, kiről a Morning Show most mindent kitálal. Troll percek a Morning Showban hamarosan. Morning Show. És most folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után, 9 perccel itt vagyunk, már is hello mindenkinek. Drága hallgatók, folytatjuk az utolsó egy órát, T-21 perc. Jó, ha bekapcsolod. Ja, köszi. Ja, igen, nem, már most már így védekezik. Hát tudod, igen, most kinyomja a francba. Ugatunk állandóan ebben a teniszben. Igen, már úgy lesz, hogy a teniszről beszélek, kinyomlak benneteket. A legrohadékabb dolog, nem kapcsolok be benneteket. T-21 perc. Mm-hmm. Nem, már csak T-20 perc. A gigászok csatája, a mesterek tornája, a mit mondjam? A sztárok sztárjai, az ászok ászai, a maga a világ mindenség, a csillagok, az univerzum. Érzem, hogy ez ma meg lehet. Ma Roger, Roger átléphet. Valahogy én ma azt érzem, hogy átléphet gyokon. Ma meg... Aki ezt nyeri, az nyeri a grenzt. Imádnám, hogy ebből meg az lenne, hogy Djokovic tovább jutott, mert Rozsé visszalépett sérülés miatt. De a játék nélkül. Az évszázad meccsen. A svájci herceg, az arisztokrata. Mintha zsinóró húznák, úgy játszott eddig. De most egy kicsit izgulok. Kezdek izgulni. Közeledik a meccs, kezdek izgulni. Izgulok. Aha. Hogyha most kiesik, akkor vége. Nem, a meccs miatt. Már láttam sokszor, hogy vége van, hanem hogy mi lesz a meccsen, hogy nyere. Uh-huh. Kicsit ott vagyok. Aha. Kicsit ott ülök. Ott ülök a feleségem mellett. Ezek szerint sikerült beregisztrálnod. Igen. Hogy kerülsz te oda? Meghívott. Most ez fantázia. Mirka? Ott ülök a páholyban Mirka mellett. De a stábjával. Aha. És nézd. És így fogjátok egymás kezét, és így szorítjátok el félredő új percekkel? Persze, és mondom, hogy gyere hátra, most szünet van 3 perc. Tudom, hogy Rozsi csak 2-ig bírja. Igen, ne. Nem csak ott vagyok én is. Nem sokára kiszaladnak melegíteni. Drága hallgatók, hagyjatok. Szerintem inkább arról lehet szó, hogy tudtál regisztrálni végre egy nemzetközi portalon, és euróban fogad. Mi van? Valami. Találtam valamit az orrom, és sűrűbe kentem. Dehogy is nem. Segítsetek, drága hallgató. Hogy jutok-e Schlagmin Dachstein? Melyik csatorna az, ami adja? De nem most, nem arra gondolok, hogy a Eurosport, hanem hogy melyik nemzet... Ami nagyon adja, Tesa. Mert be kell ülnöm 10-kor egy értekezletre, ami nagyon fontos értekezlet, de közben a telefonomon... Nem mindegy, ja, nem mi téged között nem hozzá? Miért vagyunk ott? Be kell ülnöm 10-kor egy értekezletre, ami fontos értekezlet, de a telefonom nálam lesz. És van egy alkalmazásom, egy Film on TV nevezető alkalmazás, ami arról szól, hogy a világ összes csatornáját tudom nézni telefonon. Igen. Sugjátok már meg nekem, hogy az angol, vagy az amerikai... Ilyen bombasztikus baromságokat is csak te tudsz mondani, hogy a világ összes csatornáját tudom nézni. De ő tudja. De most nem hiszed el? Nem hiszed el? Nem. Akarod az Al Jazeera-t? Kuala Lumpur 4. Tessék. Bármit, országokra lebontva megmondom neked. Nem akarom az Al Jazeera-t. Tehát mindent országokra lebontva meg tudom neked mutatni. Az afrikai tévét. Bolívia. Akarod a kazak tévét? Azt igen. Akarod az afrikai tévét? Az afrikai tévében a Smash TV, az Eri TV, az OH TV, mindenen van. Karib térség csatornái. Mi az afrikai tévé? Egy üres képkeret mögött masszályok ugrálnak? Nem, ketten kecskevért isznak, egy iglúhoz hasonlító vígvam kinézetű strut sátorban. Ázsiai tévék, latin tévék, afrikai, minden van. És programra nem tudsz latin keresni? Latin nem pikán tévé. Nem tudod beírni, hogy tenisz. Nem, ezt így nem Joko. Tudom beírni, de írjátok meg, hogyha ti valahol mondjuk az angol tévén nézitek, a BBC-n, az ITV-n, az ITV2-en, hogy ki adja még a Eurosporton kívül. Mert akkor azt meg tudom magamnak nyitni az értekezleten.
Értitek, hogy mire akarok kiukadni? Abszolút, ezt írjátok meg a 0676 45 00 00-ra. Az elére írjátok, hogy Balázsnak, jó, hogy véletlenül se olvassok el mi Ferivel. Jó, de szerintem addig hallgassunk zenét, amíg ez megjön, jó? Nem, most egy ilyen dermed csendbe várjuk. Nem, most ezzel nem akarok tőled foglalkozni, csak hogy nem tudok Eurosportot nézni, mert ott a szerkesztőség szobában nincs, illetve nem találom az alkalmazások között a magyar Eurosportot, se az angolt, valamilyen nincs meg, pedig van szomáliai tévém is, tehát ilyenek vannak. Tényleg, de minden van, például van francia tévé, francia 3, tévé, Euronews. Mi mindenem nincsen van. Nincsen véletlenül például német nyelvű Duna TV-t, Donau TV. Donau TV. De tudok nézni tévét Schlagmi Dachsteinból is. Az olasz tévé, akkor esetleg ott adja valahol? Tehát, hogy ki adja még, érted? Érted? Segítsetek rajta, bajban vagyok. Bajban nagyon nagy a baj. Jó, tesó, akkor, na, hát ez egy fontos értekezés, hogy a közben szeretnél tenni. Nem, hát én oda kirakom, és én ezt közben értekezek. De nem, hát közben rápillanthatok azért, hát azért lehet rápillanni, lehet. Ez az! Sky Sport, azt írják, a Sky Sportot keressem meg, jó? Megkeresem a Sky Sportot. Sky Sport, jó, meg lesz. Közlekedjünk egy picit, jó, nem menjátok? Ó, persze, hát persze. Már vártuk. Azt mondja, hogy még mindig áll az M3-as befelé a 24-es kilométernél a sor vége, már a Mogyoródi menekülővonal is sűrűsödik, most jöttem onnan Gödöllőre, Zsuzska, köszi, hogy elküldted. Aztán valaki azt írja, hogy nem igaz, hogy nem járható az M3-as, a 20-as kilométernél korábban bekövetkezett baleset miatt még most is jelentős a torlódás, csak araszolva lehet haladni. Tudom, itt araszolok fél órája. Aha, akkor azt igazolja, amit Zsuska is ír, így van. Trafi a 22. Kerületben, a Gádor utca 128-as szám előtt, valamint az M1-es 139-es kilométerénél a felüljáróról is mérnek, vigyázom mindenki. Mezőkövesdi felüljáró az M3-ason és a lehajtón is jeges, egy fokvallal küldtek, köszönjük. Elindult a gyorsforgalmi, ez mindenképpen jó hír, üzente Péter, valamint a nyíregyházi pihenőnél a Budapest irányából tartók a trafizzák, a kékek, Zolcsi küldte nekünk még ezt is. Azt nézem, hogy van-e még valami friss, így van, a magyaródi szakaszról mindenki meneküljön. Csak hát halljuk már az M3-as. Ha már ott állsz, akkor az nehéz lejönni. Az M3-as is... Gyokovics Féderrel tudni. Na jó, van. Kapcsoljátok már. Szólnék a Szélsznek, adják már el a sportszelet gyártójának ezt a kis spontán rovatot, amit mindig tudok. Fogadás. Bocsássátok ezt meg nekem. Adás végén. Adás végén. Jó. Jöhetek a troll percek? Perce. Hajrá! Ha valakinek jó, akkor neki rossz. Ha valakinek nagyon rossz, akkor neki igazi eufória. Így írtok ti. Troll percek a Morning Show-ban. Ha már ennyire pozitív volt a napkezdésünk, és 7 órakor ugye vártuk azon hallgatóink azon SMS-eit, amik arról számoltak be, hogy ki az, akit a jobb kedved lesz, nézzük, mi a helyzet a trollok világában. Változott-e a hangvételük? Esetleg együttérzőbbek, belátóbbak, kedvesebbek, kevésbé ingerlékenyek lettek-e? Vagy a trolloknál semmi nem változik? Mindegy, hogy milyen csütörtök, mindegy, hogy milyen hír, ők bizony írogatnak. Ugye ez egy új rovat, ha valaki nem hallotta volna, csütörtökönként megnézzük, hogy bizonyos hírek alá miket kommentelnek. Hát megmutatva azoknak egyrészt, akik nem olvasnak kommentet, hogy van egy ilyen szubkultúra is, illetve hogy mennyire meg tud keseredni a magyar. De nem általánosságról beszélünk, és nem arról, hogy azért ez mindenkire jellemző, rájuk. De van belőle, de van belőle azért ez. A rovatot megtölti. Így van. Na, nézzünk egy-két hírt, hogy mégis mit írnak a hallgatóink. Ugye van egy ilyen hír, erről már tegnap Csabiról beszéltünk, hogy Liu Shaolin Sándor ezüstérmet nyert a rövidpályás gyorskorcsója EB-n. Hát, ugye? Hát, igen. Örülsz neki, hát hogy... A fantasztikus tehetségű srácról van szó egyébként, aki világviszonylatban is ott van, és ez egészen megdöbbentő, hát azért Magyarországról sok mindent lehet elmondani, de azt nem, hogy a gyorskorcsolya fellegvára legyen, és a Sanyi a tesójával együtt gyakorlatilag kazalszámra hozza az érmeket mindenféle. Most már egyébként felnőtt világversenyekről is, korábban a juniorok között is szenzációs eredményeik voltak, most meg már a felnőttek között is gyakorlatilag feltették a magyar gyorskorcsolyát a térképre. Hát nagy ez dolog. Az a hír, amire nem tudsz mit mondani, hanem azt mondod, hogy ez igen, gyerek. Igen. Ez nagyon jó, ott vagyunk, eredményeink vannak, hajrá, Sanyi, ezt írnád rá, erre mit ír a troll? Jön a lemondó kommentelő, akinek már minden mindegy, egy igazi nemzeti magyar inkább sörkorcsolyázik, de ez még akár szellemes is lehet. Jön az igazán rossz indulatú troll, aki beírja ezzel a névvel, nem egy migráns ez? Atya úristen. A Sanyiról egyébként tudni kell, hogy Budapesten született, és hogy egy vegyes házasságban származik, az édesanyja magyar, az édesapja pedig kínai. Jön az abszolút rossz indulatú, aki azt írja, hogy rövid pályás gyors, persze, hogy odaért. Ez egy bevándorló, aki elvette a magyarok érmet.
Na, de a teljes döbbenet. Férfi vagy női számban írja a következő. Végül is mindegy. Orvosi szobakulcsát megkapta, kérdezi a szintén jó indulatú. Hát igen, vannak azért szellemesek egyébként. Ez egy jó ősi magyar név, írja egy kommentelő. Illetve azt, aki igazán szellemes, az jó. Őt azért annyira nem bántjuk. Egy paptól nem is rossz teljesítmény. Liu Shaolin Sándor. Egy paptól nem is rossz teljesítmény. Igen. Na. Azért jó, bocsánat, csak egy mondat, hogy azért jó ez a fajta kommentelés, amikor olyan bakötsz bele, vagy olyanról is, amiről fogalmad nincs, mert ott ülsz az internet előtt, ahol te kommentelsz. Igen. Tehát pont meg tudnád nézni, hogy honnan van neki az ő Shaolin neve. Így van. Ugye? Egészen de nem, konkrétan. Te azonnal írod, hogy ez egy migráns bevándorló. Hát és ez egy, valljuk be őszintén, hogy a sportvilágában ez egy amúgy is az ő esetében ugye arról van szó, hogy egy magyar állampolgárról beszélünk, aki Budapesten született, tehát hogy teljes joggal mondhatja el magáról, hogy magyar, de hogyha csak abba gondolok bele, hogy hány nem a magyar születésű fantasztikus sportoló hozott világversenyekről érmeket Magyarországnak, hatalmas sikereket, Radulovics Bojanától kezdve, Janics Natacsán át, számtalan ilyen sportolót lehetne mondani. Hát a Janics így emlékszel, amikor ha ide állt, akkor a mi emberünk, ha oda állt, akkor már nem magyar. Emlékszel? Természetesen. Nem, de szép volt az. Igen. Na nézzük a következőt. Sarkakata ugye örök téma ebben a rovatban. Rajongói oldalról beszélünk, ne felejtsük el, azért lájkolod, mert szereted. Nem? Igen. Az oldal. Igen. Nála picit azt érzi az ember, hogy egy kicsit így direkt is fűti ezt a kazán. De nézd, kirak egy bikinis képet a saját rajongói oldalára, azt rakja, amit akar, azt gondolod, hogy jönnek majd a rajongók és leírják, hogy de szép vagy Kata, jól áll a fürdőruha, de jó lenne a levenéd, maximum ilyenek, tehát mégis csak rajongói oldal. Ugye erről sokat beszéltünk. Nem, hogy a saját oldalán kirak képket saját magáról. Nem? Nincs ebben semmi. Igen. Jönnek a jó indulatú hölgy kommentelők, akik sarkakat a rajongói oldalát egyébként bekommentelik. Konkrétan rommá van műtve a szeme, de jól áll neki. Inkább így, mint 20 évesen lelógó szemhéjjal. De hát ezt ő így gondolta így. Egy másik jó indulatú kommentelő szintén hölgy. Mi van a két gyermekkel? Azokkal sose fotózol ilyenkor. Ki vigyáz rájuk? Gondolom a nevelőnő, mint mindig. Kicsit kéne velük is foglalkozni. Aha, és teszi helyre Katát egy kommentelő. Az a jó egyébként, hogy két poszttal lejje pont a gyerekekkel. Ott van a gyerekekkel, így van. Igen. Szintén rajongói oldal. Azért vagy ott, mert szereted őt. Vajon hogy néznél ki már plasztika nélkül? Akkor is ilyen sűrűn mutogatnád magad? Állandóan csak a te fotóidat lehet látni. Hát de ki a saját oldalán tudod? Nem unod még a maga mutogatást? Kérdezi valaki a saját oldalán. Nagyon jó. Hát, láttam már szebbet, írja a következő. Kéne még hozzá 10 litri bor és egy karton sör, meg egy vödör a fejedre. Kapta ezt is. Egyébként a rajongója. Neki nem az esete akarta. Nem. De kíváncsiak lennénk, hogy őt mi várja, vagy kivárhatja otthon. Igen. Aránytalanul nagyok a mellei, írja a szakértő kommentelő a testéhez képest, így már viszont nagyon csúnya. Barátságos. Nagyon okos állat lehet, Zsuzsika. Állat? És a Zsuzsika? Hogy miért Zsuzsika? Hidd el, minden nőnél eljön egyszer az idő, hogy unalmas. Se pont, se veszővé, itt kiszállt. De hát ő itt válaszolt egy másik kommentre valószínűleg. Ja. Az lehet egy másik kommentre válaszolt, igen. Igen. Anorexia, műcicivel megspékelve, bohóc fejfedővel. Ennyi! Hát mégis mit írsz egy rajongói oldalon, ne? Persze, nincs ezzel baj. Na, aztán egy másik kedves, ugye én elmeséltem, hogy Beninek volt egy csatája az Ovi-ban, mi reggel 6-tól fél hétig mindig olyan történeteket mesélünk, ami velünk történt előző nap, és volt egy nagy lelkizés a Benivel, mert nem értettem egyet, amit csinált. Közösen épített ugye egy kockavárat bent a gyerekekkel, és ő ugyan azt mondta, hogy apuci, fejben megkérdeztem, hogy lerombolhatom-e, de hát igaziból nem kérdezte meg, és ő megunta és tönkretette, egy másik gyereket zokon vette, és volt egy kis csetepati. Hát ilyen megtörténik az óvodában. Még ez a telepatikus széles sáv, és így még nem értek el egymást. Mondtam, hogy legközelebb kérdezd meg, hogy lerombolhatod, de együtt építettétek, de hogy ő kezdte el az építést. Mondom, jó, de hát ha együtt tudod, hát azért ilyenkor egy szülő megpróbál mégis azért egy picit hatni a gyermekre, hogy nem rombolunk öncélúan fakockavárat. A cikk az hagyja, hogy Balázs gyereke sírva jött el az Oviból, tehát már ugye hatkor az újságírók már hatalmas füllel hallgatták, hogy miről beszélünk, és leírták, hogy mi történt. Nagyjából egyébként azt írták, ami valóban történt. Jönnek a kommentelők. Alá kommentelik a cikket. Korai még a seggét is kinyalni. Nehogy már ez a sztárpalánta ossza ott az észt. Mármint az óvodába. Még perbe fogják az óvónőt, mert nem verte meg a többi óvodást narancsos parancsra. Mi a teljes? Kár volt megosztani ezt az egészet. A többiek kárára. Írjam a kommentelőt. Jön a másik.
Egy kérdésem van. Az úgynevezett sztárok fattyai különbek-e, mint a mi gyermekeink? A tiéd, tehát a fatty az övé gyerek. De hogy? Aha, tényleg elképesztő. Ami kimaradt a cikkből, hogy ez a Balázs vagy ki ez a kretén. Ha igen, megjöttél szólítva. Természetesen. Hátulról, előről törölte ki kisfia popsiját, és kaks is lett a keze, amit utána fürdőszoba függönybe törölt bele. A teljes totális. Tudtam, hogy baj van. Tudtam, hogy mi a bajom veled. Igen. De. Jön egy újabb kommentelő, csak ennyit ír. Mint egy debil óvodás. Hogy kinek hova, nem tudjuk. Jön az utolsó, aki zárja a sorokat. Ha ez lenne az apám, reggeltől estig sírnék. Belinkel, belegisztrál, beírja, tovább megy. És ez zseniális. Imádjuk őket és is. És ebbe az imádni való egyébként leginkább, vagy az imádni való meg az, hogy totálisan értetlenül állsz az egész előtt, vagy ülsz, hogy itt végeredményben egy pozitív dologról volt szó. Volt egy óvodai konfliktus, amiben egyébként a gyereket az apja megpróbálta megtanítani arra, hogy legyen tekintettel a más, és inkább beszéljék meg a problémáikat, ahelyett, hogy kakaskodnának egymást. Na, ebből tudták kihozni el sokan. Igen. De hogy azt mondom, derítették ki, hogy a függönybe töröltél a szaros kezedet, azt én nem tudom. Én megkérdezném a szomszédokat, hogy kileskelődik. Igen. Na jól van. Hát nagyjából ennyi. Dukai Regináról írtak. Azért tudunk csemegézni. Igen, Dukai Regina énekes modell, tévés személyiség, bejelentette a hivatalos Instagram oldalában, hogy elismerte, hogy a labdarúgó NB1-es szereplő Ferenc Járosával, Batik Bencével randizik. Teljesen ártatlan, nincs zenehi, semmi, mindenki azzal randizik, akivel akar, nem? Szerelmesek. Együtt vannak, ráadásul ez nem egy kétnapos történet már, hanem jó ideje együtt vannak, bírják egymást. Nem olyan furcsa manapság, hogyha mondjuk van korkülönbség egy hölgy meg egy úr között. Igen. Jönnek a kommentelők, fáradtságot, időt, energiát nem kímélve, elmondják, hogy mit gondolnak erről a cikkről. A használt Ferrari is Ferrari. Hagyja egy darabig, aztán lecserél valami újabbra, amiben jobban lehet reprezentálni. Így egy igazán jó indulatú. Egészségedre, Bence, átmenetileg jobb lesz, előbb-utóbb találsz magadnak egy rendeset. Te ilyes, nagyon kemény. Nagyon meglepett, azt hittem a csaj majkával él, írja valaki kicsit lemaradna. Nem kívánom megbántani szegény Reginát, írja a jó indulatúnak álcázott. Okoskodó, finoman jó indulatú. Ő nem akar ártani, tudod, mint a szomszédén, én nem akarok ártani aranyom, de jelzem. Nem kívánom megbántani szegény Reginát, de sokkal ütősebb cikket lehet én inkább abból, hogy kikkel nem volt még együtt. Az ugyanis ritkaság számba megy. Takaros benyecske, bár lehet, hogy az anyja is lehetne. És a Bencének biztos anya komplexusa van, eléggé lestrapált már a női. Írja a jó indulatú kommentelő, bár nem kopik el. Ha az ember megszomjazik egy kis tejre, nem kell hozzá rögtön megvenni az egész tehenet. Egy darabig biztos el lesznek, írja a jövőbelátó, egyébként meg csak a nyálunk csorog, és semmi közünk hozzá. Na, teszi helyre igen. Az egészet. Rohadt rossz indulatú, de a végén azért helyre teszi úgy az egészet, hogy nincs hozzá közöm. A szomszédokban volt egy ilyen a karakter, aki jött mindig a Vágási Feriékhez. A Julcsinak valami, vagy a Julinak valami rokona, tudod? Persze, a piás. A piás, igen. Itt vagyok, nem akarok zavarni. Hoztam egy tárítást, jó, hát nem is látok vendégül, mert akkor már megyek is, tudod? Igen. A tipikus fúrosz indulatú, de azért ő ezt úgy jelzi, hogy ő nem akar ártani. Én még azért kettő mellett nem mennék el, semmiképpen az egyik a végtelenül rohadék, az igazi szemét mocsok, aki nem is beléjük, hanem rajtuk van a híren keresztül egy másik labdarúgóba, még mindig jobb, mint a Kabát Péter pornos tyúkja. Egyszerre négyet, hogy tudok megbántani egyszerre négy embert, és aztán végül meg egy szellemes, ami nekem kifejezetten tetszett, újpesti után fradista, na, ez sem ismeri a klub hűséget. Igen. Azt írja egy hallgató, hogy ezek a kommentelők egyébként sokszor nem lájkolják a rajongói oldalat, hanem azért látják a képeket a hírfolyamukban, mert valami ismerősük lájkolja, és ezt a Facebook kirakja nekik. Tehát nem biztos, hogy a rajongói oldalról van szó. Szóval ezeket mondjuk mi konkrétan a rajongói oldalról szedtük le, de hát lehet, hogy valaki úgy linkel oda be egy kommentet, nem tudom, nem Facebookhoz. Csak jelzem, hogy senkinek nem tartanak a fejéhez pisztolyt, hogy neki kommentelni is kelljen. Görgetsz tovább, aztán viszontlátás. Ne olvasd el, engedd el, kész. Na jó van, hát ezek voltak már a kommentek. Sok erőt, egészséget, kitartást is. Sok-sok jó pillanatot kívánunk nekik. Te pedig jegyezd meg, kézmosás és törölközés. Jó, nem függöny. És Zsül? Melegít Roger. Igen? Na jó, akkor zene. Ja, nem, hármas ugrás, és aztán ezzel. Úristen, melegít Jézusom, kijött a pályára, ott van, ott játszik, nézd meg. Ez egyébként még régi felvételek, mert mindig más a melegítő szettje, és mindig más, amiben kijön. Na, hát ezt tudja, az átöltözést, ezt tudja. Teljesen más szedben melegít. Nyilván hát. Elértem, persze.
más a dizájnja a szerveknek. Nehogy leizzadj. Nem, nem úgy, hogy más póló, hanem más dizájnban meleg. Azt hiszem 22-22-re állnak. Értitek? Hát, hogy úgy ízunk, mint mondom. Az állat. Így van, engem már jegelni kell. Játszunk egy jó kis hármasugrás, már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Janka néni megírták. Köszönjük. Tényleg. Most megy vele pont egy reklám, ami valami, nem tudom, ilyen alvás segítő tablettát reklámoz pont Janka néni. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, Bea! Szia! Sziasztok. Bea, honnan hívtál minket? Szegedről. Szegedről. Mit csinálsz ott? Adminisztrációs munkatárs vagyok. Adminisztrációs munkatárs. Milyen hivatalosan hangzik ez? Mit jelent valójában? Hát újságokkal foglalkozom. Az azokkal kapcsolatos adminisztráció, statisztikai Ez jól hangzik. Milyenek a kérdések, Jánosra? Azt szerintem ez egy könnyű kérdéssor. Igen? Igen, ezen a héten mindenki elvérzett, hogy picit könnyítettem. Ennek nagyon örülök. Azért tudod, hogy Jani könnyít, azt nem biztos, hogy megköszönöm. Menjünk? Igen. Na figyelj. Hány apostol vett részt a Biblia szerint Jézus utolsó vacsoráján? Így szól az első kérdés. 12. Így van. Senki sem mondta le. Mehetünk tovább? Igen. Itt szól a második kérdés. Melyik magyar rockzenekar gitárosa Slidovics Sidi Gábor? Tankcsapda. Úgy van. Csíped őket? Szereted őket? Igen, igen. Főleg a régebbi számaikat. Mindenki ezt szoktam mondani. Menjünk tovább? Igen, menjünk. Így szól a harmadik kérdés. Melyik csatorna köti össze a Csendes óceánt az Atlantival? Panama. Úgy van! Na, te jó! Jó vagy! Ó, tapsol! Valakire ráesett a fénymásoló. Amúgy valaki ráesett a fénymásoló, igen. Valaki, ó, tapsoltak neked tényleg többen? Teljesen. Hányan vagytok? Kettő, négy, hat, nyolc. Nyolcan vettem. Na jó van, küldjük nektek az ajándékcsomagot, jó? Köszönjük szépen! Köszi, puszi, sziasztok! Ciao, ciao! Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! Neked most már néma csend, ugye, fél óráig? Még nem kezdődött el, még nem kezdődött el. Még csak most kezdődik mindjárt. Most még Roger nyilatkozott a Villandernek, aztán a Gyokó is, hát ezek ilyen előre felvett interjúk. Ez egy előrehozott döntő, ezt ti is tudnátok, ha bármilyen apró pici szimatotok lenne a teniszhez. A döntő az nem a végén van? De igen, de vannak, amik tehát ami arról szól, hogy hiába nem döntő. De döntő. De mégis, döntő, de nem dönt. Döntő, de nem döntő. Szerintem most fogad valamire. Mit csinálsz, János? Ha ellenet fogad. Tessék, ha ja, semmit. Kimegyek a portára, megnézem, hogy megjöttek-e az Agrárgép Expo-ról. Igen. És van-e a kiskegyében új kupon, mi? Azt már kivágtam. Azért mondom. 9:30 múlt pontosan, 1 perccel. Ha van friss híretek az M3-asról, küldjétek el nekünk ki, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik ott állnak a dugóban, mekkora dugóban, mekkora baleset, lehet-e már normálisan haladni. Küldjétek az SMS-eket, drágák vagytok, mi pedig jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 39 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Halott pénz. Uh-huh. Hello lányok. Jó volt ez. Igen. Érdekes volt a szövege. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Ugye arról beszélgettünk korra reggel, hogy ki az, aki kicsit szebbé teszi az életünket, mert eljutott hozzánk egy leányzó híre, aki a Battyányi téren osztogat újságot. És imádják, igen, hallgatóink, ciki született róla, és van valaki, egy kollégánk, aki szintén sokat találkozik vele, és elmondta, hogy tündéri, aranyos, mosolyog, és valahogy kicsit mindenkinek jobb kedve lesz tőle. Felhívtuk, beszéltünk vele, aztán megkérdeztünk benneteket, hogy írjátok meg, hogy nektek ki az az egy ember, aki rátok mosolyog, kedves, aranyos a boltban, úgy szolgál ki, vagy csak mindenkihez van egy jó szava. Szóval ki az, akitől egy kicsit jobban indul a reggel. Nagyon pozitív volt ilyen SMS-eket olvasni. Nagyon jó volt. Egy-egy ilyen ember. Hát ugye a kollégára is olyan hatása, hogy reggel mindig bejön, egy széket kell alátolni, vizet kell neki hozni. Igen, a 15 újságot, amit elhoz tőle, azt elvesztük a kezéből. Igen. Megkötegeljük. Szóval erről beszélgettünk, és aztán
kiderült, hogy a Vasas elnöke elküldte nekem nagyon helyes és aranyos módon az 1987-es sportolói igazolványomat, ami egy ilyen tagsági igazolvány, amiben bele kellett pecsételni még akkor sportorvosi engedéllyel, hogy versenyezhet. És ugye ott az ember, amikor meglátta a saját fotóját, ami ugye 10 éves volt, én legalábbis elgondolkoztam azon, hogy milyen jó lenne azzal a 10 éves ráccal beszélni, és felkészíteni az élet nagy dolgaira, és ellátni egy-két üzenettel. Hogy összefutok vele valahol az állatkertben, leülök mellé, én tudom, hogy ő a kicsiém, és mondok neki valamit, ami később eszébe jut, és hát fontos lehet neki egy adott pillanatban. És hát ti is üzentetek saját magatoknak, illetve hallgatóink is üzentek saját maguknak, hogy ugye arról kérdeztük őket, kinek mi lenne az az egy mondat, amit magának mondaná. Hát jöttek egészen érdekesen. Markovics László nem is gondolta volna, milyen kis lavinát indít be ezzel a kis tagkönyvvel. Igen. Na, megpróbáltuk ezt az életet, helyzetet elképzelni, úgyhogy ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Jaj, hát ugye mennyi mindent tudnánk. Tudnánk magunknak mondani. Csabi, hello, jó reggelt neked is, ciao. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság van? Hát én is mondanám magamnak, ne húzd fel magad, ne idegeskedj. Ennyit mondanál csak? Igen, de minden helyzetben. Mi attól jó, azért jó, amikor ideges. Igen? Persze. Nagy a baj. Most például. Nagy a baj. Én nem mondok semmit ebben a pillanatban, jó? Én azt gondolom, elengedem a dolgot, nem kényszerítelek bele egy veszítős helyzetbe. De szerintem van erre magyarázat. Hát van. Szakértő meg tudja magyarázni, hogy mi ez 3-0. Ezt sok szakkommentátor nem ismeri fel, hogy ez miről szól. Itt a Gyoko ellen van a Federerben egy ugyanolyan, hogy is mondjam, sok és pánikszerűség, mint régen a Nadal ellen. És egyszerűen nem tud Gyoko ellen úgy játszani, amit ő tud. Egy picivel mindig rosszabb önmagánál. Megveri saját magát a Gyoko ellen. Gyoko nyilván érinthetetlen, 3-0 Gyokonak. Roger 6 embert agyonver, mint a zsinóró húznák, fölmegy a Gyoko ellen a pályára, és egyszerűen 20%-a kevesebbet ad a csávó, egyszerűen... De statisztikailag kimutatható ez tényleg? Tehát, hogy az eddig lejátszott meccseken mindig a Gyoko? 22-22-re állnak, tehát nem feltétlenül így van, csak egyszerűen nem. Régen a Nadal ellen volt ilyen Nadal komplexusa, hogy egyszerűen nem tudta azt nyújtani, amit tud, és Gyoko ellen sem. Hát a Csernust akkor oda kellene küldeni mellé, nem? Valószínű, hogy tudna rajta segítségem, mondjuk most 40 semmi, de hát 3-0-ra vezet Gyoko. Na mindegy. Ennyit a teniszről. Egy perc múlva mindjárt újra. Mi nem szoktuk elkövetni. Mi már egy ideje nem követjük el ezt a hibát, Csabi, amit te, hogy egy érdeklődés mutatsz a teniszére. Ha nem hallgatok, az első szedben megteszitek játékpénzzel természetesen, csak nektek mondom, nem hallgatóknak, és nem igazi pénzzel nem buzítunk senkit szerencsejátékra. Első szed Gyokoé, második Federeré. Aha. Jó, addigra megnyugszik az ember. Addigra megnyugszik, belejön, most hozta az adogatását. Fé, Csabi, mit mondtál, hogy te mit mondanál korábbi önmagadnak? Tényleg úgy tűnt, hogy érdeklődöm a tenisz iránt, most, hogy hát ülök a tévén? Majd amikor berongyolok hozzá, 10:45-kor felálló hajjal. Csabi, csinálj valamit! A 4-1-4, visszabrékelte, lebrékelte, átbrékelte. Hívjuk a naphallgatóját, már is nem. Arra úgyatok. Nyugodj meg. Ezt mondanám magamnak. Jó lesz az, még a nagyos van esély, visszabrékelje a szedben, nem lesz ezzel baj. Nem azt, hogy keves egy másik basszus gitáros. Ez is jó ötlet. Táncolja, Lee! Hey! Jöjj el, Feri! Rázd meg! Beat! Lekörülök, hogyha lekörülök, bugy. Ja. Ha még nem mondtam volna, nincs naphallgatója, pedig nagyon jót írt, őt választottuk, mondom. Azt írta nekünk, nagyon helyes volt, szerettünk volna egy kicsit neki segíteni. Bekerült egyébként a Best of-ba, és ott azon a napon nem mondj igent. Fuss! Tibike, fuss! Tibike, fuss! Hátra se nézz, fuss! Hát igen, vannak elrontott házasságok sajnos. Ha még nem láttátok, akkor egy időutazós filmet ajánlnék nektek, bár már mondtam, de nem biztos, hogy mindenki hallott, az egyik legjobb időutazós film. Ez most a mai témánkra jutott? Igen, erről a témáról ugye visszamegyünk a múltba, aha, és tanácsot adunk saját magunknak. Van egy Időhurok nevezetű film, ami a téridő kontinuumot és az időutazás boncolgatja. Téridő, mi és nem tudom, hogy került-e moziba, nem vagyok benne biztos, hogy behozták. Időhurok. Téridő kontinuum. Időhurok. Az egyik legjobb időutazásról szóló film. Nézzétek, ha kim vagy a téren, akkor jó az idő. Így van. Időhurok. Baromi jó. És ott van még a Looper, a jövőgyilkosa. Az is jó, hogy az is jó. Az is jó. Az se rossz. Időhurok nagyon elgondolkodható. Remek zenék, Csabi! Eszembe jutott egy Bruce Willis film egyébként. Na, az volt. Most mondtam a címét. Az volt az? Persze, jó. Azért mondjuk. De az commerce. Az egy commerce időhurok. De nem rossz. Nem rossz a sztori. Bérgyilkos visszamegy a múltba.
saját magával beszélget. Én is visszaviszlek titeket a múltba. Ezen a héten azt látom, hogy végre sikerült olyan dalokat ajánlanom, mert az újakkal, hát mint hogyha nem tudom, tehát a hallgatók értékelik, de ti nem. Ezért aztán egy olyat hozok, ami régi, de meg van újítva egy kicsit, és ezekkel is általában gond szokott lenni, mert sokan azt mondják, hogy nem kell a régit bolygatni, de ez most nagyon jól sikerült, egy remix, nem nagyon nyúlt hozzá a fiatalember, egy Spike nevű, Mark Stent nevű ilyen zenei producer. Say, say, say. Ez egy nagyon jó kis szám volt. Paul McCartney, Michael Jackson. Jó, és még szerintem azért nehéz találni. Vagy a Janet, vagy pedig a Latoya is szerepelt a klipben. A nagyon Latoya? Jó kis szám. Sőt, még szerepelt a Linda McCartney is. Igen, ott ültek a együtt klipben. A kis szekéren. Hát ezt hozom nektek, ezt ajánlom nektek. Nagyon jó szám. Hogy megnyugtassam a balit. Ha már retro, azt tudtátok, hogy hogy született a Hit the Road Jack című dal? Nem. Hogy? Fogalmatok nincs. Hát tudjuk, hogy egy Ray Charles, ugye? Azért ezt nem kell mondani. Ray Charlesnak azt mondták, hogy van még 20 perced a színpadon. És elfogytak a dalai. De nem jött le, mert akkor nem fizették volna ki, és ott abban a pillanatban úgy, hogy ő nem tudta, hogy mit fog játszani a következő pillanatban, mert nem volt dala, megírta, leimprovizálta a Hit the Road Jack című dalt. És így született ez a dal. Tudtátok? Improvizálásban mondták, nem jöhetsz, még van 20 perc, és nem tudta, hogy mit játszunk, és elkezdett ott valamit nyomkodni, és közben ráénekelt valamit. És ez ott született. De nagy. Ugye? Nem tudod, hogy mit fog. Hogy jutott eszembe most? Hogy? Olvasta valahol. Valószínűleg ez. Csak mondom, hát nem csak eszembe jutott, ha már ilyen nagy neveket emlegettünk, mint nem tudom, kit mondták, Quincy Jones, Michael Jackson. Nem, Paul McCartney és Michael Jackson, így van. Nem tudta, hogy mit fog játszani, és nem tudta, hogy melyik a hangszer eleje. A legnagyobb dalok így születnek. Valami hasonló volt, csak nem közönség előtt, a halálomájra története is. Igen. Mások egy életébe kerül egy nagy dalt írni, a Palinak meg azt mondják, hogy figyelj, még egy 20 percig maradjál színpadon, és megy. Elképesztő. Csabi Jánó, a kívánság műsorra 555-55-00 a telefonszám, úgyhogy küldjetek neki sok-sok dalt, kérjetek tőle mindenfélét, mi pedig jövünk holnap akkor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország